Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perccel, hát elkövettem azt a hibát, hogy hozzányúltam. Gyerekek, jó reggel, hello Feri, hello Jani! Hello! Hello! Hello. Hát azért egy tapsot. Megérdemeljük. Megérdemeljük. Nézzük meg. Aha. Nem hiszem el. Jó vagytok? Jó, hello, miért? Csak kicsit emelt följebb a fejed. Balázs fekszik az asztalon. El kell feküljön az asztalon, mert a mikrofon gyerekek leesik az asztalra. Kicsit. Fogjam, mit csináljak? Már megfáradt egy picit. Fogom én, de azért 4 órán keresztül zavar, mert... Na, figyeld, figyeld. Ott van, ó, a lámpa, jó öreg lámpás trükk. Így van. Még majd fejlődünk, gyerekek, mert tegnap ehhez alatt a Ferinek még mézet kellett a lámpa alá tenni. Ma már a lámpa úgy van beállítva, hogy megfogja magától a mikrofont. Csak mondom, hogy ott van mögött a kis biztonsági tubus a laptopod mögött. Ha esetleg baj lenne, természetesen nézünk is. A kis tubus, jaj, de jó, gyerekek. Na, mintegy ez van. Hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok, nem tudom, hogy mennyit aludtatok. Lehet, hogy nálatok nem volt, meg se vihar, se semmi, gyerekek, nálunk. Fákat dönt. Armageddon megjött, megígértett, te aki voltál. Ígérgették. A kutyafáját igazuk lett. Szerintem, aki családi házban lakik, még aki társasházban is, talán ott kevésbé érezi, még nem a legtetején laksz, én minden pillanatban arra riadtam, hogy most leszakad a tető. Tehát kész, vége. Egyszerűen fekszünk ott a vikivel, és így meglátjuk, hogy esthajnal csillagot, átfújja fejünk fölött a szél. Ez embertelen volt. Gyerekréha felüvöltött, a kicsi végig sírt, mert a szélre nagyon érzékeny. Tudtatok aludni? Hát vagy kivételesen, nyugodt alvás volt? Hát kivételesen ez... tudjuk, hogy Lőrinc ez teljesen más éghajlat viszonyok között éli a mindennapos életét, de most nálunk is egyébként. Ugye? Már hát figyelj, ez... akkor elképesztően durva ez szél most volt. Az egész várost elkapta egyébként. Hú, én este 8 után jött, én még 7-kor mondtam is a békának, hogy na látod, elmarad az egész, hiába pempögtek, hogy jön a szél, meg akármicsoda, és 8-kor így kinyitották a csapatot. Oh! Nem, a levegő lehetett érezni, hát lehet, ez a mozdulatlan, igen. Tudod, minden áll, elcsendesedtek 2 a madarak, eltűntek a gólyák, elültek a nagymamák. Mindenki fedezébe vonult, nekünk éjszaka jött meg, én nem is emlékszem arra, vagy lehet, nem, már este tényleg. Ilyen 8 körül elkezdett fújni. Igen, de hát ezt ugye az ágyadba hallott, hát az... Nagyon súlyos volt. Konkrétan. Hát és persze mindenki érzékeny rá, a picik azok főleg, de a felnőttek is. Mentem lefeküdni, bementem a szobába, szokás szerint kinéztem, kicsekkoltam, de Móni felül az ágyból. Ki van ott? Tudod, na csak én anyát, mégis érted, még csak 20 éve vagyunk együtt, igazából. A rohadt élet az ennyi jövőt, amosan megismerem. Ha ennyit azért nem aludtunk külön, most komolyan. Jó, hogy hát találok, de hát ki a franc. Úgyhogy őt is picit érzékenyebben érintette, igen. És hát most konkrét szörnyű adatokkal is szolgálatok, mert 122 km/h szeret is mértek Füreden. Kemény. Milyen lehet, amikor a Miami-ban így mondják, hogy hát akkor most így akkor be kéne zárni mindent. Hogy Füreden 122 km/h. Hát, ha és például azt nem szerezzenek, de Miami-ban tényleg azt mondják, hogy hát akkor gyerekek, érkezik. Akkor be kéne zsalúzni az ablakot, 300 km. Fogod a gyerekedet, levonulsz a pincébe, ülsz, és hallod, hogy a fejed fölött éppen tombol a tornádó. És vannak ott országrészek, ahol ezt ugye elég sűrűn átélik. De tegnap majdnem összetojtam magam. Voltak olyanok, hogy most kész szakad a tető. Vége. Nem tudod, hogy mit csinálj. Leereszd a redőnyt, vagy ne, mert ha nem ereszted le, akkor mégiscsak ez felül az ablakra jön. Ha leereszted, akkor mit hallgatsz egész éjszaka? Akkor hát akinél van kémény, ezt tudja, hogy egész éjszaka fütyül ilyenkor. Tehát, hogy azt hallod végül. Ezt hallgatod reg. Egész éjjel, amikor aludnál. Nem ez volt az ember legnyugodtabb éjszakája. És közben tényleg nálunk a Benny tudja, nagyon, nagyon megijedt, mert ugye mindig bevert, akkor mindig felüvöltött, lemenni hozzá, tudod, a sötét lakásos, ver a szél, tudod, ott járkálsz, egy baseball ütővel a kezedbe, hogy bárki bejön agyon veled, bármi történik itt mindennek vége. Úgyhogy hát nem tudtunk. Én legalábbis nem tudtam. Nem tudtam túl sokat aludni, gyerekek, de hát ez szerintem most ez egy ilyen országos kórkép, hogy azért egy ekkora szélben mindenki. Mindenki picit nyugtalanabb. Tényleg, akkor mi lenne, hogyha mindenki visszafeküdne? Tehát, hogy de nem tudsz, mert fúj a szél. Ja, tényleg. Hát hamar reggelre elállt volna. Mert ha például egy egész ország ebből a pillanatban azt mondaná, hogy na jó, egész éjjel nem aludtam. Balázs se aludt, Feri se aludt, egyébként én se, meg biztos a vizék se, a górék se. Feküdjön vissza mindannyian. És egy egész ország visszafeküdne. Jó, de akkor valakinek be kellett volna jönni szólni az egész országnak közülünk, hármunk közül, hogy feküdjetek vissza. Ja, tényleg. És akkor már egy ember nem fekszik vissza, érted? Akkor az igazságtalan.
Az igaz. Vagy azt mondjuk, mert vagy mindannyian visszafekszünk, vagy senki. Vagy senki, vagy 100 kilométeres szél fölött visszafekvés. Hozzunk egy ilyen döntést. Hát, igen, ha rosszul alszol, ki lehetne venni. Mint ha mindenkinek lenne három olyan napja az évben, amikor rosszul aludtam nap. Nem számít bele a szabadságba, nem kell előre bejelenteni. Három napot kihasználhatsz, hogy most nagyon rossz éjszakád volt. És elfogadják mindenféle igazolás nélkül. Vihar volt, veszekedtét, hogy három olyan nap kéne a magyar lakosságnak, nem? Rosszul aludtam. Emberek vagyunk, hát miért ne lehetne igen, ez? Igen, SMS, dobsz főnök, rosszul aludtam. Mi van reggel? A Szabinál? Előre le kell jelenteni. Rossz idő van, kiveszed előre, nem tudsz elmenni. Egy csomó minden közbe szól. Legyen három olyan nap, amikor azt mondja, gyerekek, a rosszul aludtam kártyával élnék. Nem? Előhúzod és én most szabad nem. Vagy. Mondjuk ma kihaltak lennének az utak szerintem. Tehát ma ezt mindenki kivenné. Lenne megjött nap a hölgyeknek, életundor nap, mondjuk havonta. Egyszer legalább. Lennének ilyenek. Utálom a férfiakat. Kétszer összevesztem a barátnőm. Háromszor, igen, megcsalt a feleségem. Ötször, tudod, ma kivételesen dolgozok. Egyszer. Igen, ma bemegyek. Na, én tényleg jó lenne. Jaj, gyerekek, mi volt egyébként? Velem nagyon semmi nem történt. Orvosra járok gyerekekkel, úgyhogy izgalmas napom volt tegnap. Biorezonanciás vizsgálatom voltam újra. Kimértek? Engem nem, Benit kellett vinni. Az hogy mérik ezt? Ami rá kell tenni valamire a kezed? Vagy dehogy is, egy ilyen Y-alakú fűzfaveszővel oda mennek a gyerekek. És ahol görbül? És amerek megmozdul. Aha, ahol van, megmozdul, ott van. Ott a vízért. Várj, ott van, vagy nincs rezó? Mindegy, ott van valami. De most tényleg, hogy az ujjaidon, a vízbe vártják az ujjaidat, és az ujjaidon különböző ilyen ellenállásokat adnak, és az új begyednél kimérnek különböző dolgokat. De rácsiptet ilyen mérőeszköz? Nem, nincsen rácsiptet. Igen, mint ahogy nem fel, rákötözik egy, hogy hívjákra, egy sodronyágyra, két kezét, igen, két lábát, és a Rambóba oda megy hozzá egy vietnámi tisztelő, végigvágja a melkasát egy ízével, egy késsel, utána pedig ráadja. Hát de most nem tudom, most hadd kérdezzem el, hogy belemártja a vízbe az ujját, és a víz az csak a vezető. És én sem tudom pontosan magát a biorezonanciát, azt értem, a kibérés nem. Neki van egy ilyen kis ceruza jellegű dolga, ami be van kötve a gépbe. Aha. És ő tesztel végig. Pollenek, oltóanyagmaradványok, ételallergia, mit tudom én, vízből összeszedett dolgok, tényleg oltás, kötelező oltásokból benned maradt, vagy mit a ezer dolog. És lefuttat egy tesztprogramot, és kiad, mit tudom én, 50 dolgot, attól függ, hogy a gép milyen érzékén van beállítva, amire téged aztán kezelni kell. De bököd a ceruzával? Tehát azt oda tartja valahova az ujjadhoz? Oda tartja a körmöd fölé, igen, a kezedre, az új begyedhez. És egy órás vizsgált után kapsz egy, hogy erre vagy allergiás, ilyen érzékenységed van, glutén, tejcukor, tejfehérje, pollen, poratka, stb. És utána jársz egy bizonyos ideig kezelésre, heti egyszer, hogy ezeket kivissék belőled. A dolog az fantasztikus. És az hogy kezel? Maga a kezelésnek mi a mechanizmusa? Aha, igen. Maga az, hogy neked vannak anyagok, amik mondjuk megmaradtak benned. Vagy mondjuk van egy liszt glutén túltöltöttség. És minden anyagnak van egy rezgése, ami ugye rezeg. Hát rezeg ez az egér is, a telefon is, mi is, az anyag is, a higany is. És tesz egy ellenrezgőt. Igen, és annak az amplitúdónak, mondjuk a benned maradt higany, mert kap mondjuk egy gyerek 5 évesen, tele van oltóanyag maradványjal. És tele van a szervezete ilyen káros dolgokkal, és emiatt mondjuk van még valamilyen allergiája. Megnézi a higanynak a rezgését, és az ellentétes amplitúdóval visszavezeti a szervezetedbe, ami azt jelenti, hogy a két hullám az teljesen kioltja egymást, tehát kivezeti belőled azokat a felhalmozódott dolgokat, amik benned vannak. Aha. Nagyon jó, nagyon klassz. Csülökre, fröccsre jó? Na, hát ezt így konkrétan nem mérte. Akkor nem megyek. Ezt így konkrétan nem mérte, de nagyon jó dolgokat tud mérni, és olyan betegségekre jönnek rá, amit máshol nem biztos, hogy megfejtenek. Aha. Tehát a Beninél is elég sok mindenki jött. Attól függ, hogy milyen érzékeny a gép, nem kell megérni, mert amikor 600 dolgot jelez ki, hogy mennyi minden van benned, ebből ő elmondja, hogy mi az, amit mondjuk kezelni kellene. De itt sem mindegy, hogy hova mész. Mert van, aki nem ért a saját gépéhez, van, aki ért hozzá. Szóval én nagyon hiszek benne. De nem lehet, hogy ezek már úgy működnek, hogy elmész ilyen biorezóra, meg akármire, és már te magad parázol be, hogy ott a biorezonancia bácsi elmondja, hogy... És hát, akkor felszökik a biorezonancia szinte. Aki félid, akkor az hogy van, hogy azt mondja, hogy nem mond semmit. Aha. Nem ismerlek, most jöttél be az utcáról, ülj le. Ki maga? De ezt neked mondtam, mert akkor nagy a baj. Nem ismerlek, ülj le. Sebestyén Balázs vagyok, tudja, tévérágyú. Egy jó biorezonanciát végző ember, az azt mondja, hogy nem mondj semmit, mondd el, hogy mit tudom én, azt szeretné tudni, milyen állapot. Aha. És az elmúlt 10-15 évről visszamenőleg még azt is megmondja, hogy hova lyukas fogad. Aha. Mindent.
elmondja, hogy neki itt volt egy koszorúi rendelség, vagy a bal hatosod az lyukas, egyébként allergiás vagy erre. Ennek egy csomó minden információját volt tisztában vagy, de csomó minden nem tudsz, de azt, ami tisztában, ezt megmondja, hogy egyébként igen, volt egy ilyen dolgod, egy olyan dolgod, ezt találja a szervezet, azt találja, lehetett egy ilyen, volt egy olyan betegséged, és azért az a hatra rábólint az, hogy az menő. Volt. Mi, tehát az menő. Most ezt nem támadtam, nem, ezt nem, nem, a rezonancia mondom... dolgot, csak hogy ilyen, már annyi ilyen van, van, ami működik, van, ami nem, és egyszer csak én azt érezném, ha elmennék egy ilyen helyre, hogy ez is, ez most már nem érdemes. Azért, mert a népi gyógyászatban nem hiszem meg azokban, amik annak idején működtek. De most nem, most is hagyma a honod alá a pipamocskot pókálóval összekevertétek, rágyújtottál, egyébként, és be is mondtam. Van, azt nem kell elmenni. Két dologért vittem el a Bennit. Egyrészt állandóan van most neki megint egy orrfül felülfertőződés, amiről kiderült, hogy egyébként nem az orrával és a fülével van a baj, hanem van egy gluténérzékenysége újra, és a glutén, mint ételallergia, az okoz egy állandó orrfül dolgot. Most sokan ugye csak mint az antibiotikummal kezelik a gyereket, három havonta begyullad a füle, folyik az orra, náthás, de nem néznek mögé, hogy az azért lehet, mert van egy ételallergia a gyereknek, hát meg az ami okozza lórugás a szervezetnek, tehát azt azért kell mindenképpen kerülni. Igen, okozza a felülfertőzést, mondjuk állandó orrfül, folyik, náthás, bedurran, fáj a füle. Most három hónapja ebben folyamatosan visszaesünk, és akkor elvittük, és kiderült, ami már régen tudtunk, hogy igen, a glutén megint odafigyelős. Komoly. Ez inkább akkor kell menni, amikor panasz van. Ha minden rendben, akkor minek, persze. Nem, és ez mondjuk megbízhatóbb, vagyok allergia tekintetében, vagy allergia vizsgálat tekintetében, mondjuk egy komplet vérvizsgálat? Hát, a vérvizsgálat szerintem jó, kicsiknél nem lehet vérvizsgálatot csinálni, mert nem egészen pontos. Tehát bizonyos kor alatt még a vérvizsgálat sem mutat ki egyértelműen allergiát. Meg mondjuk még mindig jobb a gyerekednek az ujját vízbe mártani, mint vízű vért venni tőle. A felnőttnél egy vért ezt azért az jó. Úgyhogy itt voltunk tegnap, sem más nem történt. Na, az igazából. Ez egy órás kezelés, úgyhogy ezen üldögéltem a gyermekkel. Arra kérném szépen a rádió hallgató közönséget. Senki más ne hallgassanak, csak minket. Egyrészt ezt, de ezt mindig elmondjuk, és hogy csak annyit írjatok meg, nem akarok belemenni ebbe a dologba. Azok, akik várják a banktól azt a rohadt levelet, hogy küldtek már. Gyerekek, mert nekem kéne, hogy jöjjön, holnap van 30-a, deviza. Tudod, elszámolnak, hogy retteltesen sok pénzt visszakapsz, vagy még sokkal többel tartozol. Hogy nekem már mindegy, csak bankbácsi, Csányi úr. Mert nem tud leszállni a közös képviselő. Valamit tessék már, érted, hogy valamit írjanak már, mert bizonytalanságban van a nép, mert én azt hallom, az összes ilyen ismerősöm, óvodás társaim, és mindenki, hogy senkinek nem jött meg ez a rohadék levél. Hogy csak annyi írjatok már meg, nem érdekel, hogy visszakaptok, vagy nem kaptok vissza, vagy akármi, csak egy ilyen információt gyűjtsünk nekem már be megjött. Most. Te kaptál levelet? Nekem megjött. Pénzt is kaptál? Én el is felejtettem, nekem az előző autóm az eurós volt, és arra kaptam vissza. Én is tudtam, hogy autóra vagy benne, csak az volt, hogy lakás. Nem, igen, az autó is bennem. És korrektül megküldték, elszámolás. Hát azt nem tudom, hogy korrekte. Aha. Azt nem tudom, mert olyan bonyolult a képlet, ami alapján tesz visszaellenőrizhetet, hogy nekem figyelj. Milyen naiv a kérdésbe. Most, hogy értem. Korrekte, hogy megjött korrektül. Nincs, hogy korrekte. Nagyon gyorsan beírtam a nevemet, aha, a bankszámlámat, nagyon gyorsan alátanúztam. Még mielőtt meggondolják magukat. Még mielőtt azt mondják, hogy kereső estőr, elnézést, egy nullával többet írtunk oda. Én nem erre szavaztam, csak nem tudtam, hogy melyik gombasz. És pikpak visszaküldtem a bankomnak, kettő napon belül jött az SMS. Hogy megérkezett a Lavettino. Megjött a lovő. Azt a minden. De az elszámolás az olyan bonyolult volt, hogy elkezdtem volna. Na jó, mondom, hogy na jó, ez valaki. Ha még gondoltam is, hogy behozom, csak aztán nem akartalak hergelni, mert mondom, még sokan nem kapták meg, én meg már itt azzal benőzök, hogy megkapom, tudod, akkor ide. Meg ne legyenek illúzió, hogy mi se értettük volna. Nem. Tehát, és akkor, ha bajod van, akkor a fogyasztóvédelem, és akkor az MNB, és akkor majd segít, és akkor a felügyelet, és akkor mit tudom, mondom, nincs bajom. Gyerekek, annyira nincs bajom, hogy. Ha jó, ez így. Lehet, hogy átvágtatok két kilóval, lehet, hogy de ide a papám. De valami. Szabad szemmel az összeg látható volt, úgyhogy papának gyorsan tessék ezt átutalni. Nem baj, ha lehúztatok. Bali úgy értékeli, hogy azért ez jó volt. Úgyhogy nekem megjött, jó vagyok. Hihetetlen, mert ugye a szabály azt mondja, hogy 30-áig kell neki postára adni. És nekem még mindig semmi? Semmi, most pedig mondjuk 29 van. Megérdemelnél. Én nagyon, amit én oda befizettem, apám. De egy szabad szemmel nagyobb látható azért összeget kéne, hogy visszakapjál. Figyelj, igen, azt igen. Azért nagyon meg kéne írni, 30-áig kell föladják, tehát ők még holnap elmehetnek a postára. Értette? Csányi úr még a levelekkel a hóna alatt besétálhat a postára, föladhatja a leveleket, igen ám, de akkor az azt mondja, 1-2-3 negyedikén maximum hétfőn jön meg legközelebb. Így lesz. Akkor lesz posta. Igen, jó reggelt nektek, szevasztok.
neked megjött? Nem jött meg, nekem se jött meg, lehet, hogy más is se jön. Gratulálok! Igen, na, változott. Na, Istenem, na, gyere, megölellek. Ebbe is van az öröm. Lehettek a keresztapák. Inkább ez késsem, mint a nyugdíjat. Nem jött meg nekem se. Azt mondta az Ákos tegnap a hírekben, meg itt beszélgettünk reggel, azt mondja, hogy most lesz majd figyeljetek kis összefoglaló, csak hogy csinálj egy kis kedvet a félhetes hírmagazinhoz. Lesz benne hangos... Ezt mondta, gyere bepromózni. Nem Anna, mondta. Mi itt szoktunk beszélgetni. Tegnap is volt a hírekben. Holnap adják föl, és hétfőn fogjuk megkapni. Aha. Legkésőbb. Több százezren adják föl holnap. És a posta, mivel jön elsője, nem tudja kiszállítani ezeket a küldeményeket. Ezért negyedikén kipattintjuk a levélszekrényből. De ezt most miért kell csinálni? Én ért neki, nem mindegy, hogy a 20-án elküldi azt a rohadványlevelet. Nem, szerintem 30. nem mindegy. Nem változik szerintem, az összeg. Szerintem van egy sorrend, mint mondjuk egy OTP-nek ki kell küldeni 150 ezer embernek, aha, és te szerintem simán R-betűnél 160. Vagy. Az R-betűnél szerintem simán elküldet. Gondolod, hogy 100 ezer embernek lefűzni, kiposztani. Kovácsék, a horváték már megkapták, már minek, még tehát szimplán arról van szó, hogy hátul ennyi. Vagy. Én és így pörgetik vagyok, lehet hány százezer ember. Rákos. Szegény vargáék, azok, hogy szívnak. Mi? Az biztos. Úgyhogy szerintem erről van szó. Na jó, akkor türelmes vagyok. Már írják, hogy az OTP valakinek tegnap megérkezett. Hogy hívnak? Hogy hívnak? Hívnak, hogy hívnak? Tehát a családnevet kezdőbetűjét, ha az R előtt vagy, akkor elfogadom. Aha. De mi nem OTP-nél vagyunk például, nekünk se jött és meg. Nektek se. Nem, én nem is tudtam, hogy autóra. Én elfejtettem. Nem úgy volt, hogy az autósokat csak be akarják venni majd, és az... Nem, az autósokat igen, is? Igen. Fura módon azt én még euróban vettem föl, pedig azt nem szoktam én nagyon ilyet csinálni, hál' Isten. Hát az egyetlen. Még... Nem, mert én lakáshitelem is volt korábbról, aha, és azt is forintban vettem föl, tehát hogy ezt valahogy akkor ott valami vagytam magam valami szőkekék szemű, nagy mellőtől rábeszélni biztos. Aki nyilván a bankvezetősége... Nézzen csak ide, így írja le. Hát azért pár ember ezt benézte akkor, tehát hogy ne ostorozd annyira magad. Én fiúnál írtam alá, ezt mégis benéztem. Én mászni volt, én mindig inkább a forintban hittem, azért így kicsit így az ember ezzel így foglalkozott, én nem nagyon hittem ebben a valutában. Vagy devizában, de nem tudom, az valahogy euróban jön. Hát figyelj, akkor még lehetett benne hinni. Most azért de nekem sok ne? Ember ezt a szememre olvast, hogy deviza, hiteles autó. Igen, csak mi ezt 8 évvel ezelőtt vettük föl, és akkor hát, még lehetett tudod, benne hinni. Lehetett, de azért toltak igen. is afelé, hogy azt vett fel. Szóval toltak azért, is afelé, de hát azért toltak milyen a kondíciókkal is. Ment? Hát a forint hitelhez képest azért, tehát ennyi ostoba ember azért, hogy mondjam. Hát meg ott hittél is benne, hogy nem egy nagy értékű autót vásároltál, akkor azért úgy nem hittél abban, hogy ezt még 10-15 év múlva is fizetni fogod, és még akkor is ugyanannyi lesz, mint amennyiért vetted az autót. Hát, mert nem tudtuk, hogy mert azt mondtad, hogy mi is megvettük annak ide a Skoda Fabiát, és azt gondoltuk, hogy úristen, most hogy hívják most egy millió forintos autónál, csak nem fogjuk nyögni 10 év múlva, és már légy ki lesz, akkor fizet. És nem volt igen. veszély. Bocs. Ja. Hát igen, nem lehetett tudni. Nem lehetett tudni. Nem, hogy nem osztották meg nem velünk ezt az infót. Nem sikerült kifizetni, hogy. És igen. Még mindig? Persze. De hál' Istennek most mi is kapunk majd vissza. Tehát, hogy szörnyű, fizeted az autót, hogy 1 millióba került, megkapod a papírt, hogy még vajtad a 2 millió, de aha. Már befizették igen. 2 felet. Fel se fogod, és amikor nem érted, tudod, hogy nem de érted. Hát tavaly már csak 6-ot kellett volna visszafizetni, most miért 7-50? Hogy van az, hogy fizetem is? Egy Rolls Royce árába vettél. Hát ez egy nagy átok. De megkapjátok ti is, Feri. Meg. Csak hát az ABC. Most képzeld, hogy milyen rosszul járnak azok, hogy mitől, hogy or, ro, si. Tehát, hogy akinek így kezdődik. Olyan nagyon nagy összeget, azért ne várjátok ám. Hát én tudom, hogy te mennyit kaptál, mert beszéltünk róla, hát én, hát hol jövök én ahhoz? Na jó, de ahhoz azért sokat kellett csengetni, hogy annyi jöjjön vissza. Hát figyelj, olyan 10% jött vissza. Aha. Ez az. Nem 25-öt ígértek, csak az jó. Kérdezem. Hát nem, én nem tudom, mi a jó. Én azt tudom, hogy van egy nagyon kedves ismerősünk, aki azt mondta, ő ügyvéd, hogy ránéz a papírra. Engem nem érdekel nagyon, mert szerintem többe kerül a leves, mint a hús, hogyha elkezdenék húzakodni. Szerintem is azt fog mondani, hogy nyomják meg az Enter gombot, és köszönöm. De azt mondta, hogy azért mutassuk már meg neki, hát baráti viszonyban vagyunk, aztán ránéz egy pillanatra a papírra. Mondom, jó, hát köszönöm. És arról megmondja, hogy jó-e? Igen, ők ezzel foglalkoznak, azt mondta, hogy megmondja.
Hát te aztán gyanítom, hogy nekem nem éri meg ezt, hogy most elindítsak egy jogi utat, de állítólag nem árt megnézetni. Neked már mindegy, te már annyira nem vagyok hülye, elolvastam, és mondom, na jó, hagyjatok. Nem, ezt nem lehet. Négy oldalon keresztül írják, és a következőképpen számítottuk ki, mennyi jár vissza. Nem. Csak vigyázz le, hogy megint ráfussál ugyanarra a hibára, mint annak idején, amikor szintén nem olvastad el. Mondom, jó, nem, ezt most nem vagyok hajlandó. Hát biztos, lehet, hogy plusz-minusz valamennyi biztos van benne, de akkor... Vigyék. Én is azt mondanám, igen, már. Igen. Inkább jó, van, akkor várok, majd szólok, ha jött. Hát ha. Ah, igen. Hogy állunk játékkal? 2-0. Berágtunk a múlt hét miatt, mi? Be. Ha ez a mai vagy a holnapi megvan, akkor viszontlátás. Jól van. Na drágák, akkor tessék jelentkezni játékra, aki szeretne és ilyen korán ébredt, vagy rosszul aludt és nem tud aludni, vagy elvitte a szél a házat tetejét, vagy a fölkapott egy bárányt, vagy ledöntött egy tehenet. Így jön nekünk, jó? SMS, mi már itt vagyunk, és igen, meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a játékkal a hírek után. 10 perc múlva pontosan. 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Azt mondja, hogy nézzük az SMS-eket. Azt mondja, hogy tombol most is a szél, írják sokan. Dunaújváros északi bejárónál, a Molkútnál kisebb baleset van, a körforgalomnál személyisérülés nincs, autó az árokban van. Új bácsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán tegnap óta nem megy az online, nézzünk utána. Szokott menni a Klasszon és a Morning Show-n. A szél el. Vannak problémák. Igen. Lehet, hogy ez a szél, igen. A Morning Show pontunk nem megy, akkor nézzétek meg a klasszfm.hu-n, szokott menni mostanában, nem szokott vele probléma lenni, több helyről is meg lehet próbálni. Van, aki azt írja, hogy nem kapott vissza pénzt, csak a tőke tartozása csökkent. Ugye, mert hogy beszéltünk arról, hogy ki mikor kap, meg hogy kap vissza. M0-as, M3-as felé Kistarcsa után rakomány az úton. Ezt is SMS-ben kaptuk. Na, nézzük meg, hogy ki a hét utolsó előtti játékosa, mert hogy holnap csütörtök, és vége a hétnek, gyerekek. Hát azért az annyi. Jön egy jó kis hosszú hétvége. Hát, akik a május elsőjéig kis kimenetelekre, bulikra vágynak, várnak, hát nem lesz túl jó idő. Igen, nem lesz túl jó idő. Na, megnézzük, kivel játszunk most. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt kívánok. Hello, Marian. Honnan hívtál minket, sziasztok. Marian? Budapestről telefonálok. Budapestről. Tudtál aludni éjszaka? Igen, tudtam. Nagyon jókat álmodtam. Köszönöm szépen. Na, tényleg nem volt szél? Volt nagy szél, igen. Már voltam kint a Dentrekkel, és hát nagyon nagy a szél, meg hideg van. Úgyhogy újra téli ruhát fel lehet venni. Konkrétan 8 fokot mértem. Igen, nagyon kemény idő van. Miről álmodtál, hogy játszani fogsz velünk fekete fehér igen nemet másnap? Igen, arról, hogy Janival szeretnék játszani mindenképpen. De jó, és fekete fehér igen nemet kivel? És ez is benne volt az álmodban? Igen, és az is, hogy megnyertem. Tényleg? Aha. Be szoktak jönni az álmaid? Meglátjuk, hogy ma bejön-e. Uh-huh. Mindig így emlékszel erre, hogy mit álmodsz? Amúgy nem. Mindjárt? Imádok növelem veszteni. Na. De ne veszítsél, ne egyéb bizépua. Tehát nincs az, hogy ha veszítesz, viccesz. Akkor viszont az lesz, hogy ez nincs benne. De szomorú nőket is imádok vigasztalni. Úgyhogy... Na, az jobb van. Ez jó. Mert jó lesz. Igen, indulhatunk. Akkor 3-2-1-es, tessék. Na. Szeretnél kérdezni? Készültél? Készültem. Ma töltem az utolsó napomat a munkahelyemen. Oh. És ez egy különleges nap. Jól gondolod? Talán kirúgtak. Eddig egy kórházban dolgoztam, most pedig... Ápolónő voltál? Logopédus voltam. Logopédus! Logopédus, és sztrókosokkal foglalkoztam. Úgy intézői állást kaptam helyette. Szerinted melyikünkkel kellene foglalkozni logopédiai szempontból leginkább? Ezt egy logopédiai vizsgálatot követően meg tudom neked mondani. Te végzel ilyen vizsgálatokat? Végzek egy egyesületnél. Jól hallottam, hogy szereted az édességet? Imádom az édességeket. Te is kívánod, illetve szereted őket? Nagyon szeretem őket. Mi a kedvenced? Van olyan hely, ahova... az étcsokoládé. Van olyan hely, ahová szívesen jársz?
Igen. Igen, mondhatod. Jó, ez, na, ez jó játék volt. Jó volt egyébként. Ez igen, ment az adókapok rendesen, igen. Hát, nem találtam rajta fogást. Nem. Ügyes volt, Marian, ügyesen játszottál. Ide jött az álom. Igen, sűrű játszol ilyet? Nem, már nagyon régen játszottam, egy pár évvel ezelőtt. De igazából. De nagyon ügyes voltam. Tényleg, tényleg jól játszottam, ügyes voltam. Képzeld, az étcsokoládéval kapcsolatban most hallottam egy nagyon érdekes információt a fogornősnőtől, aki nagyon profi és nagyon kedves, hogy nem csak hogy nem károsítja a fogakat, hanem még védőréteget is képez azt rajta a benne található kakaóvaj. Tehát, hogyha valaki csokoládét fogyaszt, akkor inkább étcsokoládét fogyasszon, mert hogy nem árt, hanem még használ is. Hát sőt, akkor be is kelheted a fogad, és nem romlik. Ugye? Hogy... Védőréteg, azt mondtad. Van, csak ne sokat mosolyog. Igen. Elég rosszul néz ki, igen. Marian, ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag, úgyhogy küldjük neked, jó? Nagyon szépen, köszönöm, szép napot. Köszi a játékot, ciao. Hello. 56-os a Bajára nem lehet átmenni baleset miatt, várakozás 3-4 óra, marad az M9-es híd, ezt Atti küldte nekünk, és Rétságon a rendőrséggel szemben most állítják az új trafit, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Dodó üzente nekünk, azt hiszem, hogy van-e még valami. Dunaui város éjszaka bejáránál Molkút kisebb baleset, így van, Bajai Dunahídra nem engednek fel a szervek, hatalmas kerülő M9-es. Mondjuk a Rétságon messzire nem mentek a traféval, nem? Hát figyelj, kiállítottak, most hova cipeljek, kocsit nem, használni. Hideg van, fúj a szél, minek menjünk messzebb. Be tudsz menni egy kávéra. Iszik egy kávét az őrsön, és látja, hogy kint a gép dolgozik, érted. Folyamatosan szemmel tudják tartani. Valós, azért messzire nem menjetek. Már feltettem a kávét. Igen, látod, hogy alszik, vagy nem alszik, dolgozik-e. Hova rohanjanak, nem? Vagy miért menjenek messzire? Na jó van, most jött még egy SMS, M7-es, M1-es, bocsánat, 87-es kilométer előtt Győr irányában a felüljáróról mérnek a rendőrök, ezt Rajmund küldte nekünk. 3 perc van pontosan 7 óra, Ákostól újra meghallgatjuk a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt, pontosan 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, próbálunk, tedd ma alá mézet, Feri, léci. Jó, léci, hozom. Igen. Mégiscsak egy csapat vagyunk, Feri. Mégiscsak egy csapat vagyunk, igen, tedd már alá, léci, hogy kicsit kitámaszt a mikrofonomat. Indul a barkács szakkör. A mikrofont támasztó lámpát kell. Lefele nézek, és már leesett a vérnyomásom komolyan, mert nem tudom felemelni a fejem, mert csak így tudok a mikrofonba beszélni, az leesik. Úgy is most a mézet. Aha, úgy, igen. Az a támasztó a mikrofonban. Jó, ezt se hinnél senki, aki látja. Úgy, kösz. Hát nem, gyerekek. Aha. Ja, várj, azt told vissza. Gyere, most orra vágta. Már addig dumálok veletek. Sziasztok, hallgatók. Jani vagyok. Mi a pálya? Hogy vagytok? Minden oké? Okay. Kicsit tengerpart? Ennyi. Hát azért az erős túlzás. Az erős túlzás. Kicsit kódázűr. Kicsit tengerpart? Ezt tudtad mondani? Kicsit tengerpart? Ezt tudtam, igen. És ez mit jelent? Azt, hogy a tengerpart menő, és ez is. Igen, látod? Ennyi, ő érti, mert mi? 70-es. Kinek mit jelent? Nekem? Siófok és környék. Kicsit tengerpart, ez mi? Valami vicc volt régen, és aztán ez megmaradt belőle nagyon sokáig, és a mi korosztályunk ezt használt, hogyha valami nagyon menő volt, akkor kicsit tengerpart, érted? Hát az ez miért nektek nem volt ilyen? Nem, nem, egyáltalán nem kellemetlen. Ezt nyomtátok, hogy kicsit tengerpart. Neked nem volt semmi ilyen? Hát hogy... ilyen nem, egy kicsit tengerpart. Hát ez... Ebből látszik, hogy megy lefelé, ugye a színvonal? Nem, pont abból látszik, hogy már éreztük, hogy mit nem. Hogy tehát, hogy ez amit ciki... az elődeink nyomtak, az mi már nem akart. Istenem, mi meg nem melírosztattuk a hajunkat, pedig az milyen menő. Hát... Ha lett volna, mit melírosztattad volna? Ha nem vesztetted volna 20 évesen a nagyját. Fénykoromban azért. Jó, de 16 évesen kezdtél kopaszodni, most 20 évesen találták ki a melírt. Tehát, a melír az évszázad elején találták ki, akkor te már 16 voltál. Tehát, hogy... Nekünk nem volt annyi pénzünk, tudod, hogy a derékigérő hajunkba csíkot húzassunk. Derékigérő haj, bárcsak lett volna 20 éves korotok felett is derékigérő hajatok. Belenéztetek a tükörbe 20 éves, és már szembesültetek az, hogy ritkul a rohadt életben, ritkul. Ennek már csak a Bánfi. A Bánfi segít. Anikám, engedd el, már az se segít. Beültél a fodrászhoz, és amikor a végén megfordított fodrász, akkor látta, hogy fiú vagy. Ez a menő, Balázs, ez a menő, a Meli, hallod? Kis cellofánokkal, kis cellofánokkal ajánlom. Tell a divatot. Gyerekek, David Beckham is Meli rosszott ajánlott, ezzel nem volt baj. Meg a Breddek is volt a harcosok klubjában, tehát ez a Meli, ez nem volt egy... Limális.
csak még a filmszerep kedvéért. Igen, és Andrea Gassi is. Nem, a Beckham meg a Brad, ők, nekik volt, nem tudom, filmben, hát tehát volt egy korszak, amikor a férfiaknál ez egyébként nagyon ment, hogy szöket incseket raktak, hát aztán ennek volt a telepi melír, amikor ránéztél, és úgy nézték, mint egy ilyen foltos, pozitív hiéna, tudod, tehát volt a magyar melír, ami azért szörnyen rosszul tudott kinézni, de hogy ez a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, nagyon sok pasi, nagyon sok világsztár húzott melírt a hajába, illetve pontosan a világos tincseket tetetett bele. Hát ha itthon ilyen vékony szálakba raktad, akkor az ilyen foltos hiéna lett is melír, de ezt csinálták sokan. És tényleg ültél fóliával a hajadban, ezért a szárító alatt? Vagy. Én ültem úgy, hogy három nő ült mellettem, és olvasták a Kozmot, és ott ültem én. Többféleképpen lehetett csinálni, úgy is lehetett csinálni, hogy apró ilyen alufólia darabokat hajtogat, és mindegyiken lehúzza, visszahajtja, és egy hatalmas alufólia búra van végül a fejeden, de úgyis lehet, hogy csak bekem bizonyos szálakat, és akkor hagyja megszáradni. Az alufólia volt a kellemetlenebb. Te alufóliás voltál? Én fajta fodrász volt, én többféleképpen csináltam, igen. Volt olyan, hogy közben elfogyott, és így kiugrott a mellettetek lévő csemegébe, és hazatéptek el alufóliát? Nem. Vagy egy kis grill csirke szagot érezt, és... Olyan nem volt. Ugye nem használtátok ezt a fóliát? Olyan nem volt, hogy fokhagyma szagú lett volna a fólia, de olyan volt, hogy vidáman tricseltem három nővel egyébként, miközben melírtúztak a hajam, és ők szárították meg, nem tudom, mit csináltak a búra alatt, én meg ott ültem, és kaptam valami női magazint, és vidáman beszélgettünk. Ja, igen. 2002-ben mit olvastam a Kozmóban? Na, teszteltem. Mire az egyik megbökött, hogy nincs valami recepted, Irénke, mondom, Balázs vagyok, de receptem mindig van, és mondtam neki egy nagyon jó receptet. Úgy, Bali, nem tudnál ajánlani valami jó kis körömerősítőt? Itt picit elkezdett töredezni. Nem tudom, ezek a kis fehér foltok szerintem ez vitamin hiány. A francia manikűr az már erős volt, azt már lehet, hogy nem kellett volna feltetni. A lábadra főleg. A lábamon aztán pláne nem. De gyerekek, volt idő tényleg, amikor ez ment, csak itthon elkorcsosult ez a melírozás. Aha, hát azért. Tehát azért. Itt tényleg a házi buli Attilával még mindig melírozta, csak mondom, neki nem szóltak, hogy ez már azért 10 éve nem menő. Hát azért picit nosztalgia vonal, tehát hogy... Lehet, hogy azért. Lehet, hogy azért, hogy visszaköszönjön sokaknak a fiatalsága. De hát azért, valljuk beszéltet divatba, volt egy-két olyan vadhajtás, amire már így utólag nekem az egyik kedvencem, az ez a budgyos, ilyen színes gyúros gatya. Bugyos színes gyúros gatya, az ünnepe leló? Az egy picit MC Hammer-ös, tudod, az ami ilyen ilyen répafazonú, és irgalmatlan színek, mindenféle minták, és ilyen nagyon budgyos volt. És ahhoz természetesen izompóló. Azt nem tudom, hogy 30 év múlva ugyanilyen viccesen fog nézni most kinézni egy szép kétgombos, szépen kivágott, vékony nyakkendős fotó, mit tudom, egy diátadóról, amit még felveszek, ugyanilyen kellemetlen lesz, vagy ha megnézem a 80-as években készült képeket magamról, a piros kaszucsi farmeremet, ami kőmosott, kőkoptatott volt. Kaszucsi farmer, micsoda? Hát a piros kaszucsi farmer, besírtál rajta. És volt a bocsúz, ugye, ami hát bocsúz volt, csak mi magyarok bocsúznak mondtuk. Az milyen bocsúz? Hát ilyen, tulajdonképpen olyan... Makkos cipő. Ja. Makkos cipő, az igazából egy olyan hajócipő, mert csak bele kell bújni, és ki tudsz belőle... Te bocsúzba? Olyan bocsúz volt, hallom. Az nagyon menőnek számított, nekem például soha nem volt. Nem volt bocsúzod? Ilyen kis mokaszínszerűen rojt volt a tetején, ilyen visszahajtott nyelv, és akkor ilyen rojt. Lehetett rojtos, lehetett olyan, csak szegély volt a cipő tetején körbe, kicsit emeltebb volt a talpa, és akkor az is ilyen bocsúz volt. Hát az egyetlen egy helyen megbocsátható, egy hajón, hát azt arra talál, az a hajós cipő. Én föl tudtam úgy öltözni, hogy fölvettem egy barna bocsúcipőt, fölvettem egy fehér sportzoknit, és rávettem egy piros kaszucsi farmert. És mindezt betűrtem egyébként egy Corvin plázában, vagy a Corvin áruházban kapott, rövid ujjú, fehér, neonzöld, lila, piros, csíkos inge. És ha igazán menő voltál, amikor leültél, akkor kivillant az oknidon az ugró puma is. Hát, még puma lett volna, de puma az oknid, soha nem volt sport, meg mit tudom, nem tudom, milyen feliratok voltak. A barna sport, barna bocsúz, fehér zokni, piros kaszucsi farmer. És ez fogta egy narancssárga centrumos zacskót a kezedben. Figyelj, akkor mindent megfogtál. Akkor mindent megfogtál, na de hát vajon mindenki gyerekek. Szóval mit nem tudtál, akkor fölvenni, miről azt gondoltad, hogy az nem, mire mondtad azt, hogy ez nem jó. Hát a zöld márvány koptatott farmerek megvannak? Persze. Zöld színű, rózsaszín színű, piros színű, hát az... Tehát ezeknek a felét... Akkor nem érezted kellemetlennek? Ezeknek a felét a Csabi még mindig hordja. Jó, hát igen. Igen, van, aki ezeket még mindig hordja. Figyeljetek, nekem a legdurvább, amit láttam, de az tényleg az a mindent jövő, az ever and ever, a Nike pipa megcsinálva... Hajba bevágva? Nem, hogy hívjáknak, fülbevalónak, srácoknak. Ő elkötelezett sportrajongó. Azért ott. Tehát nem...
De, ja, de egyébként nem látszott rajta, hogy nem. Egyébként nem lehet, hogy fizetett érte a Nike. Ja, hogy te hogy sokat elhettek. Hogy hordozzat te. Legyél reklám. Ha fizetett volna érte a Nike, akkor nem ott üldögélt volna velünk a kökin. És aranybúvót vagy? Hát itt érted, elment a ötvöshöz, és akkor megcsináltatta. De szép. Bizony. Mindenkinek volt ilyen. Mi volt, amikor a csuklószorítót is fölvette, bejöttek a Jedi visszatérés csuklószorítók, meg a ugrópumás lézenger, ugye, mert nem tudtad, hogy és slazenegger, slézenger, slézenger, ugrópumás, lézenger, gyönger, ginger, gyönger, felvetted. Nekem volt olyan, ugye akkor nagyon ment, emlékeztek arra az időszakra, amikor a fehér garbó ment a különböző színű zakókkal. Nekem volt olyan garbóm, amit vissza kellett hajtani, ugye klasszik, négyszer visszahajtottad, fehér, kicsi apró fekete mágpöttyök voltak a garbón, és azt hordtam zakóval. Nem volt nektek garbó zakó korszakot? Nyaklánc kívülről volt? Nyakláncom nem volt. Na az volt, az is nagyon ment. Nyaklánc nem, de a garbó zakó, kívül nyaklánc. Úr a garbó zakó, hát az gyerekek, akkor az mindenki hordta. Nem hordtatok soha garbó zakó? Nem. Sima garbó? Az persze. Hát az... Na jó, volt, de te praktikusokon az maga volt a divat. Ne fázom meg a kis torkod. Én emlékszem, hogy zöld zakó, fehér garbó. Hát az valami gyönyörű. És rajta hagytad a zakón a márkajelzést. Nem volt azon márkajelzés. Sokan hagyták rajta egyébként a márkajelzést. Persze. Azt és az a visszahajtott váltöméses vászonzakó, aminek visszahajtod. És belül csíkos az ujját, és látod a bélést. És akkor sötét zakó, fehér vagy világos béléssel. Nagyon menő volt, illetve kung fu cipő. Az nekem nincs meg. A rendes gyékény talpú, ilyen kis vászoncipő. Rendes ilyen kis kínai. Ja, és akkor egy ilyen könnyű vászon. Zakót földobtál hozzá. És mindenki iszonyatosan ninja volt. De tényleg, 30 év múlva most mit, ha megnézünk egy mokkát, ami most be van itt nálunk kapcsolva, éppen ügyvéd úr nyilatkozik. Hát ügyvéd úr elég lazán nyomja. Ügyvéd úr, igen, ügyvéd úr ismeri. Ügyvéd urat ismerjük, igen. Ugyanilyen kellemetlen lesz? Már nem ő. Ismerve a TV2-t. A Zsuzsi ül most egy fekete kis helyes blézerbe, egy ilyen ciklámen színű kis topban. Hát Zsuzsi nem lesz kellemetlen. Nem, a ruha. Tehát, hogy 20 év múlva ránézel, és azt mondod, hogy te jó Isten, hogy tudtunk ilyet felvenni, vagy most már nem lesz akkora ugrás, mint a 80-as évek, vagy a 90-es évekhez képest mondjuk a 2000-es évek közepe, vagy vége. Most rajta például szerintem kifejezetten olyan cuccok vannak, amik időtállók. Tehát, hogy ez egyik sem igazi divat, nem? Mert a 80-as években nem így nézett ki egy női blézer. Nem így nézett ki. Nem ennyi gomb volt rajta, nem ilyen volt a szabása. Tehát bőven nem így néztek ki. Tehát ez úgy időtálló, hogy most időtálló. 20 év múlva lehet, hogy megváltozik a szabása. Hát milyen ruhákat hordtak régen a nők? Hát nem ilyen blézerek, vagy ilyen zakok voltak. Hát szörnyű volt. Hát Magyarországon hát szörnyű, nem, mert a szocialista termelés, ez tudod, egyen termelés volt, de azért megnézel egy 70-es években egy Diort mondjuk, azért hát, így, jó, persze, igen. De az például tökéletes. Megnézel egy Ferragamo cipőt a 60-as évek, 70-es években, és gyönyörű. Lesít. Persze, tehát hogy ők azért nagyon tudtak, de hát nekünk más jutott. Casucci. Én sem tudom, miről beszélek, Zsül. Nem véletlenül kifejezéstelen a tekintetek. A nagyobb kérdés az, hogy például emlékeztek, amikor Madonna néni a nem tudom melyik klipben megjelent abban a hegyes melltartóban. Igen, ugye, akkor hát az már akkor is kellemetlen volt. Kellemetlen volt, de hogy azok mindig ilyen előremutató dolgok a divat világából, amit valahogy átemel, hogy lesz egyszer majd olyan 2200-ban. Az nem hogy ennyire extrém dolgokat hordasz. Hát nem, az biztos nem. Ne, hát picit azért áthalakul. Például, mit tudom én, a 80-as évek közepén hordott övei közül Bíró Ica biztos már nem vesz fel egyet se, hiszen azokból kijönnek 10. Nem most felem, mert hogy ugye olyan 30 centis öveket hord. Meg más a szabása. Tehát régen ment ez a derékig felhúzott farmer, derékig felhúzott nadrág. De ezt külföldön is hordták nagyon, nagyon sokáig. Az úgynevezett nem csak jeans. Nem. Megnézett szomszédok, most megint néztem, hát gyerekek gyönyörű. Hát ott köldökig felhúzott nadrágokban jár mindenki, de tényleg. De olyan volt a nadrág szabása, most meg ilyet nem venné föl. Az megvan, amikor mindenki olyan mellénybe járt, aminek levehető volt az ujja, és vagy egy tigris fej volt a hátulján. Jó, és ilyen 6-7 ezer forint, horror drága volt, nekünk sose volt rá pénz. Nagyon. Tigris fejes mellény volt, bordó, barna, fekete, uh-huh. És mindenki ebben a rohadmányos mellényben járt. Imádta. Volt hozzá egy kiltek cipőt, ami akkor nagyon menő volt, volt egy valamilyen farmerot, és volt egy ilyen mellényed. Uh-huh. Tigris fej volt a végén, ugrópárduc, mint a oroszlán. Két fedelő repülőgép. Aztán bejöttek a parmalatos jackik, amikről sajnos akkor még nem tudta senki, hogy ez egy olasz teipari cégnek az emblémája. És mindenki ebben járt. Fú, azért nagy, ezek nagy, hát nem is tudom.
dolgok voltak azért, amikor bementél a Flóriánba, ugye, most is bemehetsz egyébként fura módon, és megvettél egy ilyen mellényt, és ott álltak, 6-7 ezer forint voltak, az most is sok pénz azért. Nagyon. Akkor az nagyon drága volt. Hát én emlékszem, hogy tudom én ilyen, hogy akkor nyílt meg itt a Kispesti centrum, vagy bementünk a Sugárba, vagy ilyesmi, és akkor ha puma cipőt kaptál, abból volt egy vagy két pár, és ha szerencséd volt, akkor volt méretben. De én vettem úgyis puma cipőt annak idején, hogy ki kellett tömni papírral az elejét, hogy jó legyen rám. Egyszerűen nem, persze, mert nem hagytam ott. Nem hagytam ott. Azt mondta, nekem kell egy ilyen cipő, érted? És két hét múlva már nem volt, meg egy hónap múlva. Érted? Kit érdekelt, hogy most ilyen jó a lábam? Kitömtük papírral. Kitömtél a cipőt papírral? Így van. Azért, hogy hordhassam. Csak, hogy jó legyen. Csak, hogy legyen egy puma cipő. Azt írják, hogy kérlek szépen a Nike pipás fülbevaló az ám nem smafu volt, mert azt nem lehetett kapni, mert perelt érte az anyacég. Uh-huh. Azt csak úgy tudta csináltatni, ha az ékszerésznél már anyának csináltatta egy nagy gyűrűt, volt kapcsolatod, visszamentél, és akkor meg tudta csináltatni persze a pipát. Mert simán egyébként nem ötvösnél volt kellett, persze. Tehát azt meg kell csináltatni. Nem úgy volt, hogy besétáltál valahova. Hát ezt mi rockerek tudjuk, hogy rendszeresen érted, bementünk az ötvös bácsihoz, és akkor elmagyaráztuk neki, hogy nem fordítva van a csillag, ez így meg van fordítva. Nem, ez nem vörös csillag, ez pentagram, nem, én nem komcsi vagyok, én sátán is. Mindegy, nem tetszik érteni. Nem tetszik érteni, csak tessék megcsinálni. Igen, csak tessék megcsinálni, lerajzolom ide. Na igen. Juli, ti mivel jártatok? A nők mivel jártak? Na, a nőknél is voltak azért ciki viseletek, nem? Szóval azért nálatok is volt. Holdjáró ciki. Hát, tényleg. De ez még nem is annyira régi. A Buffalo-ra gondolsz? A bokagyilkos. Hát nem csak a Buffalo, hanem volt, mert a Buffalo az csak ilyen, az ilyen magas volt. Igen. De volt ez a, hát az a gyilkos, az a nem tudom. Igen, a vasaló... aminek ilyen parafa talpa volt. Nem, vagy legalábbis parafa, oldalról nem, úgy nézett, mint hogy a parafa lenne. Nem. Ez a nagy klasszik gumi fröccsöt, nem tudom milyen cipők, amiket felhúztál, idáig volt nyáron is még csizmába jártak a lányok, és ekkora cipőjük talpuk volt. Nem emlékszel? És hordtál ilyet? Én nem, de az volt a ciki, illetve a másik ez. Az ez mi? A haj, amikor így... Így tudom, az, hogy csináltál egy taréjat magadnak, igen, fölállítottad hajlakkal, és feltupíroztad, és lehúztad. Igen, végig. Igen, így oldalt, és akkor ez egy ilyen lapvékonyságúra tupírozott cucc, és akkor így belekapott a szél, és akkor ezt így hátra simította a fejtetődre. És mindenkinek állt elől a haja, ugye? Az nagyon nagy divat volt, igen, hogy így tartod a hajjelen. A push-up melltartó átlátszó felsővel, amikor így volt betolva a cici középre, és akkor volt rajta egy ilyen netz. Na, az nincs, az arra nem emlékszem. Tehát hordtatok úgy pólót, hogy hát átlátszó ilyen, volt? Hát igen, egy ilyen... Nem netz, mert a netz az ugye az egy ilyen horgolt aha vacak, hanem egy ilyen tülszerű, nem tudom, milyen kis felső volt, és akkor mindenki abban tolta a hív megállóban. Színes farmered volt? Nem. Nem volt színes farmer? Egyikötöknek se volt színes? Nem. Zöld vagy piros farmer? Nem. Semmi? Hát az ultra ciki volt. Ilyen színes nadrágaim, de nem farmer anyagból. Azt tudjuk. Hát azért mondtam, hát persze, azon pont azon van, de az nem farmer, hát arra nem futotta. Tényleg. Illetve egy nagy bölcsészlány voltam. Ja, Istenem, igen. Tarisznyás, mi? Igen, hosszú szoknyás, hajleengedős, megfejtős. Hát, hogy legalábbis a ránézel, és azt gondolod, hogy nem fürdet, ugye? Érted, ránézés, azonnal igen, meg beutaló a szecskával. Én úgy hívtam, hogy romantikus. Ja, romantikus. De az, ahogy általában Balázs szokta belőni a földi cipő, tarisznya, hogy hívják, bőnadrág, sálanyagban. Igen, kundera kötettel. Igen, a léte elviselhetetlen könnyűsége, mindenki ezt olvassa. És akkor te már bölcsész voltál. Így van. Igen. Volt a nagy Bomber Jackie mánia, arra emlékeztek? Írja egy hallgató, igen, Bomber Jackie, ugye, és akkor a fekete volt, és akkor belül volt a narancsbélés, ugye, mindenki világított, ha fordítva vetted föl, akkor az jelentett valami. Ja, igen, de igen. Olvasni kellett a jeleket, uh-huh, hogy akkor te most milyen kabátot veszel fel, és az mit jelent, és akkor te most hova jársz szórakozni. És ezek, akik egyébként nem volt a embernek a mítoszáról, meg arról, hogy alapvetően egyébként kik hordanak, hogyha véletlenül oda keveretek valamilyen kopasz koncert közelébe, akkor általában elvették tőlük a kabátot, és jó összebe rúgdosták őket. És a másik a gatya, a nagyon széles szárú férfi nadrág, farmer, aminek rendszerint idáig ért az ülepe. Arra emlékeztek? Hát ilyen széles volt. Hát az már ilyen Criss-cross gatya volt. Az már igen, az a 80-as évek vége már. Igen, 80-as évek. Milyen évet érünk most? Nem, hogy a Bomber Jackie az mi? De a Criss-cross gatya az valószínűleg egy ilyen tévedés lehetett, hogy a gyerekeket a szüleik fordítva rakták bele a nadrágba. És de az időben direkt fordítva vették föl.
Hát ez nagyon. És hogy volt az, hogy volt egy időszak, amikor mindenki tényleg 7-napos pólóba járt? Az miért volt? És ez a szort mintás. Az miért volt, hogy mindenki fölvet egy márványkoptatott farmer 7-napos pólóval? Hát, hogy ingyen a szóróanyag volt. Fehér sportcipővel. Akkor a 7-napos pólót ingyen adták? Szerintem itt az lehetett, hogy valamilyen repicuc volt ez kint, mit tudom én, Nyugat-Németországban, valaki behozta, és akkor bevillant nekik. Szerintem ingyen jutottak hozzá kint, vagy pedig valami nagyon olcsón. És vettél egy karton 7-upot, kaptál egy pólót, ezt valaki egyszer fölvette, a magyar meg ráért, hogy és ez jó. És így lett előle divat. Hát ki, tehát most de divat volt? Ugyanez, mint a parmalat jacket. Tehát, hogy ki az, aki hordja. Ez olyan, mintha hordtad volna, érted, az én hátam meg az lett volna írva, hogy mit a hajdútej, vagy ilyesmi. Vagy érted. Tehát, hogy ezért Budapest tejipari vállalat, vagy hasonló. Tehát ez valószínűleg ilyen lehet. Vagy ott volt például ezek a sárgalléros, ilyen neonzöld, meg neonsárga színű pulóverek egy időbe, az egész város tele volt vele. Képzeljétek el, hogy az én keresztapám az abból gazdagodott meg? Tehát, hogy volt egy kötödéje, és ezeket a neon színű sárga, rózsaszín, piros, jöttek a csehszlovákok, és 10 000-ével vitték bálákba. Minden karácsonyra azt kapott. Ez mi volt, pulóver? Pulóver, ilyen sárgaléros, és UV-zöld, vagy UV-sárga színű vagy volt. Rózsaszín, borzasztó. Erre nem emlékszem. De tényleg bálaszámra vitték. Imádták. Volt egy időszak, amikor mindenki batikolt cuccokat hordott. Hát az ti. Kundera után. A megvilágosodták Kunderával, és akkor batikolták. A legnagyobb ellenség az zuhany volt, mert azt hittétek, attól vagytok lázadók, hogy Kunderát olvastok, és nem zuhanyoztok, és csomó zsíros csomóval lóg a hajatok. És mindig Dobestosszal szívtam ki egyébként a ruháimat, mert batikolt, eredetileg batikolt, amit nem vettem, én otthon mahináltam. A lázadás ott kezdődött, hogy nem mentetek el fürdeni. Tehát másnak az, hogy busztokban fetreg, Magyarországon. Nem érek rá, olvasok. Igen, Kunderát olvasok, és így Kunderát olvasok, és így. Igen, nem érek rá fürdeni. Ja, gyerekek, hát ezek nagyon szép időszakok voltak. A kérdés csak az, hogy mi lesz ebből 30 év múlva. Tehát én nagyon kíváncsi lennék, hogy ugyan ilyen kellemetlenül néznek-e majd ránk a gyerekeink, hogy hát most meglátsz, és majd mondod, hogy Jani, 2 gombos zakó. 30 évvel ezelőtt volt diva. De nem változol neked, a keki ugyanolyan jó fog állni 30 év múlva is. Semmit. Nálad ez nem lesz. Egy-két ilyen ruhadarabban, ami időnként bekerül, ami úgy helyel közzel divatosnak mondhatod, de egyébként egy podlasz. Szerintem ez a gumiklumpa például, ami 2 évvel ezelőtt divat volt. Szereted? Tényleg? Melyiket a gumiklumpát, hát melyikre gondolsz? Aminek van ilyen pánt. Ja, az a krokodilos. Van is. Szerintem imádom, az rémciki lesz 5 év múlva. Rémciki. Iszonyat. Nem tudom, hogy az volt-e valaha menő. Azon gondolkozom, hogy az volt-e valahogy. Hát, mert sokan hordták, azért az még nem biztos. Ja, menő nem, akkor népszerű. Igen, népszerű. Igen, én is tudom, hogy állítólag. Szeretik, most is szeretik. Hát ugye a cégnek a profilja azért nem csak erre az egy papucsra korlátozod, az számtalan van. Azt hiszem ez is egy olasz cucc, amúgy. Baromi ronda. Ott téve. Fú, srácok. Fú, de ronda. Fú. Hihetetlenül kényelmes. Én értem, de azért, persze, hát most... Állítólag a tenyészar is jobb őrápoló, tehát hogy... Igen? Igen, de azért az ilyen kényelmes. Várjál, mert fölcsillott a szemben. Inkább a gyúszára szavazok. Én értem, hogy kényelmes, persze. Ízlések is fognak. Ákos, neked mi volt a nagy darabod, amit imádtál? Volt ilyen? Gyerekek, én a 90-es évek vége óta ugyanabban az 5 pulóverben járok, tehát fogalmam sincs. Ezt akartam is kérdezni, hogy ebben ballaktál még, Ákos? Igen. A feleségem vett rá először, egyébként az volt, amikor először bemutattam otthon a családban, akkor az volt, hogy fogott 2 nagy kukászsákot, felmentünk a szobámba, és kirámolta az összes cuccomat, tehát ilyen favágó ingek tömkelegét dobta. Basszus, azt hittem izgalmasabb lesz ez a történet, hogy is lerakta a padlószőnyére a kukászsákokat, olajat öntött rá, aztán pedig levetköztetek, és azon csúszkált. Én azt hittem, de hát... Voltak favágó ingeid, ez volt, a kockás én flanel. Ez a bölcsész flanel cucc, ilyen szemüveg, volt kortzakom is egyébként, azt is imádtam. Tehát alá a favágóink, kortzakó. Nadrág hozzá? Farmer? Na, ez a farmer. Vagy szövetnadrág, te szerintem szövetnadrágos voltál. Nem. Az a rosszabású szövetnadrág. Nem, odaig nem nyomtam el azért. Hát ami ugye benyúltam ugye a szekrénybe, és ami először jött, azt felhúztam, rámeltett a kordzakó, aztán hali. Iskolázottságon múlik ez ne, a... szerintem nem. Ugye? Szerintem nem. Hát ez a mit, mennyi pénzetek volt, mondta valaki, hogy jó vagy nem jó, de az, hogy a bölcsészek, hogy értad, a bölcsészek azok így ledobták magukról a cuccokat. Hát meg a közeg. A közeg. Meg a közeg, igen. Amiben éltél. No. Igen. Mi volt a leges, tehát amit úgy éltetek meg, hogy ennél menőbb nincsen?
Tehát, hogy amiről tudjátok azt, hogy nagyon-nagyon vágytatok, és nagyon úgy akartatok kinézni, és nagyon, most független attól, hogy melyik korszakotok volt, meg hány évesek voltatok. Ami nagyon menő amiért volt. Amiért nagyon-nagyon rajongtatok. Én amikor megrendeltem a TVR7 hátulsó, nem is címlap, hanem a hátulsó, meg lehetett, a B-52 nehéz bombázó vadász. A bombázó Jackie. Belefér, a felső zsebe belefér. Igen, a kedvenc videókazettát. Ez volt a reklámszöveg. Belefér a kedvenc videókazettát. Júj, de szép. Már ha SVS-ed volt, mert egyébként egy rohadt pici zseb volt. És kivágtam a TVR7-nek a vizét, a hátsó címoldalát, és mindenki ilyet hord. És ott volt két amerikai pilóta lefotózva, két izé Tomcat előtt, tudod, és küldtek egy ilyen rongyos kinézetű, ilyen váltömés nélkül, ilyen förmedvényt, és úgy hordtam, mint izé Maverick a Top Gunból, érted? Azt rendeltem meg, és a TV újság hátoldaláról lehetett megrendelni. Igen. Hát az gyönyörű volt. Feli, neked? A magasszárú fehér pumacipő. Hát. A rocker bizony, korszakban. Bizony. Begyűrt nadrággal. Mondjuk nekem is, nekem a farmer mellény bőrcsökin. Tehát annál menőbben soha nem tudtam elképzelni. Hogy mint farmer mellé? Igen, letépet újú farmer kabát rongyos. Tulajdonképpen, igen, farmer mellé. Pokolgép kis ragasztóval, Vicces. Vagy biztos raktál föl valamit, igen, felvartad. Generációs példaképpen volt Pista, aki kint feküdt május 1-én mindig már reggel 9-kor arccal a papírtálcákon, Veszkó csizmában, Burk Jackie-ben és farmer mellényben arcon. És ő volt a példakép. Igen. De hát mindent értek. Na jó, játszunk, jó? Még közben jönnek az SMS-ek, vagy emezgetünk ezekbe, és hogy ki mit hordott, kinek mi volt. A susogós melegítőről például nem beszéltünk. Hát generációk nőttek úgy föl rajta egyébként, tényleg, hogy... Hát ez sokan még most is kedvelik, valljuk be. Hát reméljük, most már azért nem annyira. Én már legalábbis kevesebbet látok. Lehet, hogy még egy-két helyen megy, igen. Majd jön a jó héten, Csabi. Na, várjuk még az SMS-eket, ki mit hordott. Jó, mi pedig jövünk a játékkal. Óven bácsira, Berunénre lehet jelentkezni, ha valaki játszana velünk, mi pedig itt vagyunk. Ákos, hírei után. 3:48 lesz, pontosan 3 perc. Ula, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a Pitbull is pihetne kicsit, nem? Most már igen. Ugye, hogy úgy jó, egy év szünet kellene, hogy merítsen új ihletet. Hasonlítanak. Most már kicsit az összes Pitbull featuring, nichering, kasucsi, neucsi, nucsi, punci, nucsi, fucsi. Kicsire featuring egy kicsit pihetnének. Nagy sláger volt ez a Pitbull, meg nagyon ment, meg minden fucsival, nucsival, lulcsival, meg nem tudom, de most már úgy egy kicsit kezd azért úgy ugyanolyan lenni mindegyik Pitbull. A gyerekek, hát jönnek itt a nagy retro öltözékek, hát ezeket nagyon szeretjük. 80-as évek Montana Disco barátom. Montana Disco. Micsoda, levetette a cipzáras pulóvert, alatt a céllövöldés, nyaklánc, plusz hupikék, törpik és kitűzők. Hatalmas sikere volt, ez Atis küldte nekünk. Ugye arról beszélgetünk, azt nem is tudom, hogy indítottuk el, hogy mindenkinek volt kellemetlen ruházata, és vajon a mostani ruházatunk az ugyanolyan kellemetlen lesz-e 30 év múlva, mint ahogy most nézünk egy érettségi fotóra, egy családi karácsonyi albumot, ha böngészgetünk, akkor azért ott ugye látunk érdekes dolgokat. Vajon 20-30 év múlva ugyanolyan vicces lesz a mostani kinézet? Erről kezdtünk beszélni. Beszélgetni szerintünk nem lesz ennyire kellemetlen. Ekkorát már nem fog változni. Ekkorát már nem ugrunk, igen. Ekkorát már nem ugrunk. És a melírozott hajtól indultunk. Csak mondom már. Gyerekek, hát a melírozott haj az jó is volt az. Jó is volt az. Nézzük még, hogy mit írnak a hallgatók, azt mondja, hogy Adidas Torzion cipőt, ha volt, a legnagyobb akkor király volt. A legnagyobb király ez más, volt. Az viszont menő, mert azt nem lehetett megszerezni szerintem. De tényleg Torzion, Adidas Torzion, Torzion, igen. Nem tudtad ezt, ahogy kell mondani. Torzion. Minden, ahogy mondtad. Csont alakú betét volt benne, ez egy klasszikus, ilyen két oldalán ilyen kis gömb, és akkor középen egy ilyen pálc, ami összekötött, és akkor így el tudott így jobbra-balra egymástól függetlenül fordulni a talpnak az első, meg a hátsó rész, és ez volt benne a nagy újítás, és akkor imádtuk. Sose volt. És akkor jött bele az Adiprén, aztán az Adiprén Plus, aztán már nem tudtad követni, már minden volt benne. Te rá vagy gyógyulva erre. Akkor nagyon rá voltam. Rémek? Milyen prém? De nyugtass meg, nem volt, mert egyikünknek se volt ilyen, neked se lett volna. Volt, szereztél? Persze, 5 évvel azután, hogy... Ja, 5 évvel azután, hogy leértékelték az utolsó utáni darabot valahol. A legmenőbb volt megrendelni a TV újság hátoldaláról a Mission Impossible polifonikus csengő hangot. Egyébként tényleg.
nem teljesen ruha téma, de nagyon nagy volt. Ott voltak, hogy hányos kód, és akkor elküldted a D1-et, akkor Mission Impossible, ha D6-ot, akkor nem tudom. De hát ilyen nagyon rosszul megcsinált, tehát nem az eredeti zenét kaptad meg, hanem ilyen műcsengő hangot. De vadásztál ezekre, hogyne, ezek nagy dolgok voltak. Oldalt patentos Adidas melegítő nadrág, agresszor holmik Buffalo cipővel, és a hombolyos póló cipőnyom mintával. Na ezt, gyerekek, ezt nagyon sokan írják, ezt a oldalpatentos gatyát, az mi? Mert azt, nekem fogalmam sincs. Nem Adidas, volt meg az oldalt patentos Adidas melegítő nadrág. És úgy vetted le, mint a csipendél fiúk. Vagy cipzár volt rajta, vagy patent volt rajta. Ez végig. Nekem még volt egy másik verziója, az oldalt cipzáros nadrág, ami szintén oldalt húztat föl a melegítő nadrágot. Nagyon, nagyon kaszucsi voltál. Kaszucsi? De most is kaszucsi voltál benne, nagyon. Sportúrkálókban. Van ilyen, igen. Hát az agresszor holmik, hát azok, ugye, hát azok a susogós bőnadrágok, csizmák, ronda pulóverek, szörnyű volt, igen. Én árultam 7-napos pólókat, egy héten körülbelül 200-at adtunk el. Lászén. Nagyon menő volt. Csaba. Aztán Kasucci vagy Rit Farmer, ugye erről beszéltünk, szürke vagy kék Adidas cipő, 86-87 körül Tüncinél ez nagyon ment. Azt írta nekünk. Playboy jellel ellátott fatalpú skarpi, márvány koptatott Rit Farmer, berántva a pisilői. Igen, egyébként igen, hatalmas telepaták időszaka volt az akkor, igen. Átfordítós, öv bundázott denevéres márvány kabát szegecsekkel. Gyerekek, hát ez egy korkép, amit kaptunk Bécitől, köszönjük szépen. Narancsárga címkés hamic 501-es Lévis Farmer. Tényleg a címkével. Persze, volt címke, olyan narancsárga, vagy narancsárga piros. Címkés volt, mert a hamis. Igen, a piros címke volt az eredeti. Csak bementél egy Lévisboltba, és kijöttél. Egyrészt kinéztek, kettő, a büdös életben nem volt pénzed, vagy hát nekünk legalábbis nem, piros címkés, originál, ugye, meg farmereket meg ráadásul, és akkor a narancsárga címkés. Nem voltak megnyomjava a Lévis felé. Aha, bizony, csak hamis szegecs volt. És láttad valaki, hogy narancsárga címkés is? És nyomorult. Adjad már. Béna narancsárga címke. Sokszor volt rajta a Lévis felirat is. Igen. Annyira ciki volt. Bizonyám. Favágóink, nagyon nagy favágóink, megvan. Nagyon nagy divat volt, ugye ezek a vagy kockásink, vagy ezek a kicsit prémesebb, ilyen bundásabb, szintén gombolható, ilyen kicsit bővebb, ilyen favágóingek. Igen. És pólóra földobtad. Volt abból bélelt, amit volt a bélelt, így van, volt a bélelt. Undorító volt. Nekem olyan volt. Mi, Brian Adams egy karriert húzott arra rá. Mi az, hát hogy az undorító? Egész grács korszak. Igen, kitűzök-e jelvényekkel, igen. Fehér pumacipővel az írta nekünk, hát az szenzációs volt. Amikor gánszos voltál, te is hordtál kockásinget. De várjál, az más volt. Volt a vékony kockásing, amit Axel is hordott és magára kötött. Én hordtam úgy, hogy Guns N' Roses-os póló, kockásing, szimatszatyor, Adidas, nagy nyelvű Adidas tornacipő. Van ilyen fotó, de hát az, akinek mennem anyámé közben álluk, nekem ilyen volt. Tehát én a flanelingeket ugyanúgy hordtam, mint Axel. Tehát ugyanúgy magamra kötöttem. De a vadász, vagy az a favágó, az egy vastagabb dolog volt, azt télen hordtad. Hát vidéken azt szerettük. Nekem volt. Mi fura, hogy te nem garbóztál, mert vidéken az nagyon ment, ez a fekete bordó, fehér garbó, az nagyon-nagyon ment vidéken. Nálunk nem volt divat, abszolút. Mi a praktikumot szerettük. Bizőcipő színes fűzővel. Bizőző. Bizőcipő színes fűzővel, Balázs küldte nekünk. És hát igen, pokémonos póló, szendik vagy wingcipő, Chicago Bulls-os sapka. Azt se tudtak, mi az. De tudtad, hogy Amerika. Amerika. Aj, de nagyon-nagyon. A Hawks mellény kabát, igen, arról beszéltünk, ugye. És a májva színű Sergio Tacchini, ugye se tudtad, hogy kell mondani, Sergio Tacchini, Tacchini, Tacchiani, minden, hogy mondtad, melegítő. 5001-es Gáspré a melegítő. Sergio Tacchini. A Sergio Tacchini, az nagyon menő. Nagyon. Illetve az Emporio Uomo. Ment. Tényleg ment az Emporio Uomo is. Igen, Emporio Uomo. Emporio Uomo és Sergio Tacchiano, vagy Tacchini, mindennek mondta. Fogalmad nem volt róla, hogy mi az. Aj, de jó volt. Pumpálós ribák. Nagyon menő volt, sose volt. Ez nagyon jó volt. Csak hogy más réteget is érintsünk, sose volt. De vágyakhoz vártam mindig. Nem. A Blaha Lujza térnél volt egy nagy ribákbolt. És nekem akkor hamis kiltek cipőm volt.
Pedig egy eredeti sem volt túl drága, Kiltek megvan az a márka, aha, két vonal volt, tudom. És hát akkor ezt gyönyörűnek gondoltuk, abból volt nekem hamis, és tudom, hogy mindig arra mentünk. És az volt a magyar neve, hogy Keltek? Keltek, Kiltek, Kiltecs, minden, ahogy mondtad, Kiltes cipő, és tudom, hogy ilyen órákat álltunk a ribák kirakat előtt, a Blahá volt egy nagy ribák volt, és néztük a pumpálós ribákat, és ha valakiben ment, belenyúlt, és pumpált rajta kettőt, hallgass! Kiengedte! Úristen! Kiengedte! Mennyire menő! Úristen! Na gyertek, együnk egy gyilaszt. De hárman egyet. És elmentünk között a Corvin, de mondaná, hogy ettünk egy gyilaszt. Átsétáltunk a Blahára. Gyönyörű. Egy mozdulattal befűzhető Puma diszk. Ahol ugye az elején volt egy ilyen tárcsa, és akkor így megtekerted, és behúzta az összes fűzőt. Illetve az egyetlen fűzőt, ami egy ilyen nagyon vékony, ilyen dammilszerű fűző volt, és így de mondjuk nekem az igazán nagy, és amikor nyitott annak idején a Váci utcában az Adidas bolt, az első között volt, hogy tényleg elmentem, hogy az a klasszik Adidas Grand Prix, illetve Wimbledon sportcipők. Fehér, a Grand Prix az fekete csíkból, fehér alapon. De meg is tudtad venni? Akkor már én hogy hívják, meloztam. Hát ugye az öcsi, 7100 forintot kerestem. Mennyi volt a cipő? Mennyi volt a cipő? 10 000 forint. Illetve volt a Wimbledon, ami ugye kék és piros csíkos volt. És úristen, mennyire, annyira menőnek éreztem. És az is volt. Hát akkor az volt, amikor még sorbáltak a Mackie előtt, és akkor ha nem volt kedved sorbálni, akkor átmentél City Grillbe. Az megvan. Váci utca ugyanúgy. Mackie náltak a gazdagok, nézd, sajtburgereznek, gyere mama, menjünk a City Grillbe. És elmentél valamit a City Grillbe, és megvetted a kicsit rágós, kicsit nagyon pufi zsömlést, de a City Grill az a miénk volt, mi ott mentünk, és néztük a régi posta utcán, hogy McDonald's, persze, McDonald's. Két City Burgert, legyen szíves! És mentél a City Grillbe. Haveromnak meg egy kondit, mert volt kondi burgeres, az volt, azért hiszem két húsos volt. Gyönyörű volt. Ezek nagyon durvák voltak. Meg tényleg, amikor egyszer-egyszer valamilyen kamiont, nem tudom, valahonnan lenyúltak, és akkor elárasztotta egy bizonyos márka az egész város. Ilyen volt például, az Adidasnak volt egy Los Angeles trainer, ami cipő, most is van egy nagy szeretem. Rá vagyok gyúlva az Adidasra, nem? Hát akkor az volt. Pici nálad egy beégett ez az Adidas cipő, Adidas kabát, Adidas cipő, tehát egy picit rágyógyultál erre. És a Los Angeles trainerből volt egy világos kék alapon, világos kék orkánanyag, és három ezüst színű csík. És azt hiszem, hogy még egy kicsit az oldala ilyen hálós, ilyen mintázatú volt. És abból valaki szerintem valahonnan lenyúlt egy kamionra valót. Hát akkor a sűrű leszek a kamionra. Hirtelen, egyik nap még iszonyú menő volt, aztán amikor már másnap találkoztál amikor vele, 30-tor egy óra alatt, akkor már nem volt annyira menő. Kukagyi volt. A Nike nagyon menő volt, vagy a Nike, de ha Jordan Nike-nak mondtuk. Nike, hát persze, Nike, ki mondta Nike. Nike, ha Jordan tudtál venni, akkor Isten király volt, tehát ha Air Jordaned volt. Ha Air Jordanben játszott. Tudod ki az a Jordan. Mákos Zuppolo, így van, nagyon jó. Air Jordan. Air. És hát az Invicta hátizsák. Jó, de Invicta hátizsák, hát az csak a nagyon menőknek. Az csak a nagyon menőknek volt. Na jó van, hát köszönjük szépen az eseményeket. Ebből a hátizsákból egyébként volt tollkabát is, így van, igen. Van, aki a Volkswagen emblémát hord a nyaklánccal. És mindenki törögette le, a Mercinek volt az embléma. Én tudom, én gyűjtöttem, ja, azzal se köszi. Nálunk az volt, hogy egy Ford embléma ért kettő darab. Mi a Twix csokit. Jártam birkózóedzésre, hoztam a Ford emblémát, és kaptam érte Twix csokit. Volt egy zacskónyi autójelem. Az mennyire pronyó autójellel bizniszelni. Vastaglánccal hordta legalább? Nem, én voltam a díler, tehát én voltam az autójel díler. Uh-huh. És mi hozogattuk általános iskolába az autójeleket. Volt egy nagy korszak ennek, ami nagyon ment. A Merciel-t, ha meg tudtad szerezni, bármit kérhetél. Hát, én egyszer egy Merciel-t elcseréltem egy Western Bar kvarcjátékra. Mert a Merciel volt akkor a mindenek. Tehát ahhoz senki nem mert hozzányúlni. Tehát a túlaj elkapod, hogy letörted a Merciel-t. Igen, de az volt a legkönnyebben. Le kellett törni. Igen. Jó, de az volt a legkönnyebben letörhető, mert igen, ugye a többi az benne volt a rácsban. Uh-huh. Az volt a leglátványosabb is, igen. De ezt kitalálta ki, hogy kezdjünk el autójeleket leszedegetni, azt nem is nagyon és tudom. És hány ilyet láttál? Hány Mercedes nagyon láttál az utcán, amiről le volt törve? Nagyon proli dolog volt. Nagyon, igen. Nekem mondod. Az a Beastie Boys miatt volt a Volkswagen embléma. Nekem mondod, hogy pronyó van. Tudod, milyen jól éltem belőle? Tudod, hogy sajnáltam, hogy vége lett ennek a korszaknak. Na jól van, játszunk jó. Oven bácsival, Berulénivel már is. Itt van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai.
Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok nektek! Hello, Viki, honnan hívtál minket, Viki? Budapestről. Budapestről? Kőbányáról. Kőbánya? A mértani középpontja Budapestnek. Egyébként tényleg Kőbányán van a mértani középpont, ráadásul azon belül is azt hiszem, az Alka, vagy nem tudom, hol van a maga, ahol, ha letűzöl egy gombostit, akkor ott az a mértani közepe Budapestnek. Tudtátok? Igen, nem. De szerintem rajtad kívül más se. Igen, azt most megint a fejemben megszóló hangok mondták, hogy Kőbányán van Budapest közepe? Vagy ezt olvastam valahol, vagy ott csak van egy, nem, ott van egyébként. Ott van. Jól mondom. Összegyom. Akkor jó helyen dolgozunk. Mondom, azt hiszem talán az Alka, nem tudom. És mit dolgozol? Egy raktárban dolgozunk, ahogy gyógytermékeket forgalmazunk. Raktárban gyógytermékeket forgalmaztok? Uh-huh. Aha. Jól van, ezek gyógynövények? Gyógynövények, gyógykapszulák. Minden, ami most nagyon megy. Uh-huh. Igen. Jó, akkor többen vagytok? Hárman. Na, kik vannak még ott? Két férfi kollégám, úgyhogy remélem, hogy súgnak nekem. És akkor hárman pakoltok? Így vagytok egy műszakban két palival? Igen. Milyen nehéz velük? Nem, könnyű. Jó arcok? Persze. De az egyikük nem. Azért kérdezem meg kicsit, hogy hát egyszerűen jó a hallgatóba akadunk, akkor ezt ne, rühelni őket, mint az atom. A Dezső egy igazi pöcs. Tudom. Figyelj Balázs, ez a Kábor egy akkora gyökér, te vele dolgozom, mit csináljak? Hát ilyen összeosztottak minket. Krisztián, hát imádom. Hát, ha egyszer lesz egy ilyen hallgatónk, aki ezt így bemondja. Én ezt mindig azért kérdezem meg. Na figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Jó, várjuk. Állnak a szélben. Állnak van a szélben. Nem vannak Füreden tegnap este. Igen. Na, sorozatokat is hallgatnak már is néznek. Rövid lesz, jó? Figyelj! Oké. Okay. Ó, de könnyű. Hagyjál ma. Dr. Bubó. Honnan tudtátok ezt így? Yeah! Yeah! Kérjétek Csabiton! Dr. Buborod. Óriás. Egy jó kis Dr. Bubó, így van. Ügyesek vagytok, ez nagyon-nagyon-nagyon jól ment. Ez könnyen ment. Ez könnyen ment, így van. Igen. Jaj, de jó. Próbáltad már ezeket a te kedvencét a gyerekednek megmutatni? Sírva, hogy melenéznek, azt mondja, jó, mehetünk tovább. Jó, apor, akkor menjünk hősatós nézni, vagy nem tudom, szépen arra barátja. Egyedül a Vukkot valamilyen megszerették, azt nem tudom, de az összes többi ilyen az leves. Igen. A frak. Semmi hülyén néznek. Apa, ezzel ezt hallgass meg, Anti-Fitness Club. Viki, ügyesek vagytok, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Köszönjük szépen. Azt hittem, hogy egy kicsit hosszabb rész kell majd ahhoz, hogy ez beugorjon, de nagyon. Nagyon jól játszottatok, úgyhogy küldjük nektek, jó? Köszönjük szépen! Köszönjük a játékot! Szép napot nektek! Nektek is, ciao. Hello! Martinovics tér 4/A. Na jó, most oké, most nem az Alka Martinovics tér, de gyerekek! Az Alka meg már nincs is. Az a másik. De Budapest mértani közepe. Igen. Így van. Picit csak itt hozzáraktam a reggeletekhez egy kis infót. Menő vagy. Kettő perc van pontosan. Arany morzsákkal dobálózolt. Kettő perc van pontosan 8 óra, jönnek Ákos legfrissebb hírei, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan, 12 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, holnap már állítólag jobb idő lesz, ma is már délután egyébként, talán nem lesz ekkora szél, kicsit kisüt a nap, legalábbis az ország nyugati részén, és hát hétvégére a háromnapos ünnepre nem tudom, hogy milyen időt mondanak, nem túl jót, jól láttam, vagy nem túl jó? Ugye? Nem túl jó, változékony, ez a legjobb szóra. Hát igazi áprilisi, ha kisüt a nap, meleged van, ha nem esik az eső, vagy elmegy a nap, akkor még hűvös van, tehát ez a klasszik áprilisi idő. Záporok gyakorlatilag mindenhol várhatók. Záporok mindenhol várhatók, így van, úgyhogy tessék jól felöltözni. Hát reméljük, hogy ez Norbina kedvez majd a VTCC futamon, mert hogy hétvégén ugye a Hungaroringen lesz a túrautó világbajnokság következő futama, és ezen Norbi is indul olyannyira, hogy még jegyet is lehet rá nyerni. Kettőt már kiadtunk, így illetve van. Kétszer kettőt, még kiadunk kétszer kettőt, és jó hír, hogy pirosnál is lehet nyerni délután, ugyanígy dupla páros belépőket egész hétvégére, és van a csúcsdíjunk holnapra. Holnapra, amikor is ugye valaki csapattaggá válhat, és csapatruhába bújhat, csapatruhába öltözhet, csapatkávét ihat. És minden megtehet tulajdonképpen, hát nyilván az autóhoz nem nyúlhat, mármint szerelés szempontjából, de hát fölveszi a csapatruhát, ugye a Zengő tím. Csapatruha, nem overall, csapatruha. Ruha? Csapatruha, így van, így van. Csapatruha.
Ez a neve. Csapatruha. Csapatruha. Ez a neve. Megkapja és... a csapatruhát. Ez egy beavatás náluk, srácok. Hát hívják. Ezt kapjátok. Nagyon megverik. Így indul. Csapatruhát kap, és felvehet, és ott lehet hétvégén, sőt, mint több egész hétvégén az Engő tímmel Norbi futamán. Azért ez egy nagyon nagy dolog. Így van. Ez egy nagyon nagy nyúlni dolog. Nem nyúlhat semmi, ez, tehát nem lehet ilyen, hogy ezt megnyomhatom? Nem, de már megnyomtam. Kipróbáltam. Igen. Tízes kulcsot nem dobhat a motorblokkba, cukrot nem rakhat a benyába, tehát ilyen dolgokat nem csinálhat. De hát gyerekek, közvetlen közelről egy ilyet végignézni azért az biztos nagy élmény. Ezt sorsoljuk holnap. Egy ember mehet majd a Zengő tímmel, és az egész hétvégét átdrukolhatja. Szinte úgy is mondhatnánk, hogy Zengő Zoli mellett. Ugye? Uh-huh. Az Engő tímmel. És nagyon reméljük, hogy szinte biztosak vagyunk benne, hogy 10 000 magyar szurkoló társaságában egy nagyon jó hangulatú futamat nézhet végig. Igen, az M0-áson a 7-es felé az érdi kihajtó előtt a középső sávban egy kisebb szikla, mindenki vigyázon, Hajnik küldte nekünk. Kidőlt egy fa a 10-es úton Solymár közelében Budapestről kifelé és befelé, és se lehet haladni, kitartás minden bent ragadt embernek. Ezt Bea küldte be a köszi. Léci, mondjátok be, hogy Peresznye és Horváth Zsidány között az erős szél kifordított az út fölé egy csárda táblát. Nagyon veszélyes, kint lokbalú a kamionos küldte nekünk. Új trafi az M7-esen, a 133-as kőnél mindkét irányban, úgyhogy vigyázzatok, valamint beállt az Andrássy út Nagymező utcától a Bajcsi felé. Roberto küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Köszönöm. A 10-es úton mindenhol kidőlt egy-egy fa, és ezért nem lehet haladni? Vagy várjál, azt mondja, hogy a Solymári körforgalom után a használt autókereskedésnél két autóra kidőlt a fa, teljes út zár. Hú, gyerekek, kerülni a földúton lehet. Tudoltok, már dolgoznak. Azt hittem, hogy az elején és a végén is kidőlt egy-egy fa. Ez ugyanaz, de hát az ugye egyébként is halál, a 10-es. Úgyhogy ez most még oda csap neki. Na igen, 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 úgyhogy ott mindenki vigyázzon. Gyerekek, én nézegetem, sokszor mutatják Marika képét, aki már csak egy ország Marikája. Nyilván, akik adtak pénzt, azok nem így gondolják is. Véletlenül se rajtuk akarok nevetni, senki ne értse félre, de Marikáról vagy nagyon előnytelen az a fotó, amit mutogatnak, vagy csak ez az egy fotó van, de a gyerekek, egy havi BKV buszbérletet se bíznék rá, az egészen biztos. Ti láttátok ezeket a képeket Marikáról? Most éppen vagy Brazíliában, vagy Ausztráliában, Mexikóban. Hát gyerekek, komolyan mondom, egy étkezési utalványt se adnék neki, hogy őrizd meg Marikám, aztán majd visszaadod valamikor. Itt van egy tavaly, a kép alapján. 100 forintos enni kék, hogy esetleg. De nem. Hát az valami elképesztő. Láttad, hogy néz ki ezen a fotón? Nem. De annyira jó dolgozott hosszú időn keresztül, érted, Marcsika, hogy szerintem ott már mindegy volt. Na most az a hír, azt nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy apu itthon maradt. Apu itthon maradt? De apu azt mondta, hogy ő nem tudott erről az egészre semmit, hagyják békén, és ő tulajdonképpen örül, hogy Marcsika elment, és a képed elnézve megértjük. Marcsika nagy házi sárkány lett. De Marcsika valószínűleg nem egyedül, mert nekem az a gyanúm, hogy ő ott beújított valami kis fiatalabb fiút. Hát ez egy 40 milliárddal már téged is meg tudod keresni. 500 forintot is úgy adnék oda, hogy Marikám, odaadom a kutyafalat, Marikám, de írunk róla azért valamit, mert nem túl bizalomgerjesztő Marika néni. Szóval, hogy megszökött a fodrászával, hogy mindig meglegyen a standard mahagóni. Hát nem tudom. Hát biztosak előnytelenek a fotók, mert mindenütt ugyanazt a személyigazol képet adják, tehát lehet, hogy egyébként ő... Ez most rossz. Az igazolvány kép mindenkinél rossz, nem? Nem. Lehet, hogy az igazolvány. Figyeljetek, én szoktam kérni újat. Megmutatjuk a képet, és most az okmányirodában, amikor legutoljára voltam, és készítette a fotót, akkor megkérdezték, hogy tetszik-e. Aha, hát mondom, ez hogy... van, most már beletöröttem. Köszönöm a kérdést egyébként. 45 vagyok, megszoktam. Akkor csinálunk egy újat. Érted? Tehát, hogy megkérdezik. Régen nem volt ilyen. Régen csinálta egyet, kezd vagyunk viszontlátásra. Most már nem. Ja, és régen az volt ott, hogy nem mosolyogjon. Ja. Nem lehetett mosolygós képet tenni az igazolványra. Hogy a bűnügyi nyilvántartóval is tudják használni később. Figyelj, de tényleg nem mosolygok más az arcom, mint amikor nem mosolygok. Igen, nem lehet, most nem lehetett. Régen én emlékszem, amikor 10-15 éve. Most sem nagyon szeretik egyébként. Hát nyilván nem egy ilyen nagy vidámod, de egy kis mosoly szerintem most és már. És levetették veled a tapsolós sapkát, meg ahogy hívják, ott a reluxás napszemüveget. Mondjuk azt megértem. Igen, azt igen, ott ott rajta, ha így megy az okmányirodába, megértem. Hogy elnézést a szemüveget, amire rá van applikálva egy óra és egy bajusz, ezt legyen szíves, vagy már. És ne nyomogass a tapsolót. Egyáltalán nem szórakoztatok. És a ventilátort is kapcsolja ki a baseball sapkáját. Igen. Hát igen, Marcsika. Jaj, gyerekek, lomtalanítás indul nálunk, képzeljétek az el. Az a legjobb. Óriási a lomtalanítás, imádom. Autók jönnek, mennek.
ránézésre azért, akik ezekben az autóban ülnek, azért nagyon bezárom a kaput, és nagyon vigyázok sokszor, gyerekek. Megállítanak, jönnek, mennek, benéznek, bekukkantanak, én nem tudom, hogy tudom megvédeni a birtokot, de még nem indult el a lomtalanítást, és már ott vannak. És azt nem értem. És azon gondolkozom mindig, hogyha csak egy napot cikázom egy olyan kocsival, amivel ők mennek, 100 liter benya. Uh-huh. Hogy éri meg egyébként ez nekik, hogy folyamatosan jönnek meg? Úgyhogy gázos. Hogy éri meg? Ráadásul közben nálunk nagyon megindult ez a gyere be hozzám, én kirakom, amin van, és eladom neked című garázsvásár jellegű dolog. Az jó. Az is jó. Tehát, hogy nem kidobod a cuccodat, hanem felajánlod neki megvételre? Igen. És a kettő nálunk most együtt megy. Milyen szépen foglalkozta, felajánlod neki megvételre. Igen, hogy tehát garázsvásár és közben lomtalanítás. Uh-huh. Lomtalanítás és egy kis garázsvásár. Nem jó, hogyha a kettőt együtt csinálod, mert vannak félreértések. Bejön, megfogja, elviszi. Nem, ez garázsvásár. Az a kupac a lomtalanítás. Ez itt vásár. Mit itt csináljak, ha én akarok egy garázsvásár csinálni? Nekem ez tetszik, megmondom őszintén. Én most ezen nagyon gondolkozom. Van egy csomó kidobandó dolgunk. Mit ne csinálj? Nem, hogy kell elindítani egy olyan garázsvásárt. Akkor a gyereket ne hagyd a babakocsiban, amit megpasszabad. Meghirdetem, hogy Baliéknál garázsvásár, gyertek hozzám szombaton kettőtől, megterítek, kirakom a portékát, beárazom és elkezdek árulni. Így van, a legfőbb fegyvered a marketing. Tehát csak úgy csinálj garázsvásárt, hogy szólsz a vásárlóknak, hogy jöjjenek. Tehát ezt ki kell nekem cetliznem a környéken, hogy Baliéknál garázsvásár? Meghirdeted interneten, te nem hirdeted Facebookon, mert nem vagy, de hát valahogy szólni kell, mert ha te kirakod egyébként bent a kapun belül, ugye igen? Az a különbség, ha kirakod, akkor lomtalanítás. Akkor lomi, ha belül vagy, akkor garázsvásár. Így van. És hogy érem el, hogyha kinyitom a kaput, és én garázsvásárt csinálok, tényleg ne az legyen. Gyere már, miért a fogtett az asztal? Nézd már, ez már nem. Hát az garázsvásár, ne vigyétek már. Gyere már, és már rakják föl a Lada Nivára, és már viszik el. Az a csepegtetős mocsolórendszer, ne szedjétek föl, ne, az a kerti burtor, ne vigyétek már. Te vász, nyebb tégla. Hogy kell egy ilyet megcsinálni? Hát, nagyon gondolkozom, mert nekem ebben tetszik ez a közösségi élmény. Ezt én nagyon bírom. Ezt nagyon bírom. Az utcátok fekvéséből kifolyólag, szerintem nagyon fontos, hogy csináltassál egy nagy, szerintem egyébként faros lemezből kell, mert abból a legegyszerűbb, abból egy, hogy hívják, amit tudom, egy fűrészsel, és te magad egy lomfűrészsel ki tudsz vágni egy nyilat. Igen, hogy Baliéknál garázsvásár. Lehozod az emeletről az egyik szobainasodat, szépen, hogy rákötözöd a nyilat, és a nyírra pedig egy karácsonyfa fűzért, egy ilyen világító fűzért, egy villogósat ráraksz. Hát, igen, az lenne a legmenőbb. De tényleg, és akkor szépen is garázsvásár itt. Mit árulhatok ezen a garázsvásáron? Bármit. Bármit? Bármit. Kokszot, fegyvert, csajot. A megunt lányokat kifejteted. Tehát, és azt én árazom be, hogy az mennyibe kerül. Igen, tehát én nekem van egy rejtő, mit tudom én, kötetem, többi is, egy rejtő sorozatom, nekem az nem kell, mert mindenki elolvassa, beárazom, hogy 600 forint, és kirakom? És kirakod, ennyi. Aha. Ennyi, sőt, föl se kell nagyon cetlizned, az a szabályzat, tehát elég, ha te mondod, miután van érdeklődő. De ez mondjuk veszélyesebb, ha nincs rajta cetli, mert akkor a bejövő lom is az tényleg azt hiheti, hogy ezt te már ki akarod dobni. Tehát kis papírt fecniket gyártasz, és ráragasztod, hogy 200, 500, 600 forint. De alkudozni azt lehet. Lehet, persze. Az lehet, és hogyha nem akarsz egész nap ott állni mellette, akkor szerintem egy török büféből szerezzél valakit, aki jobban érte. Nekem ez nagyon tetszik. Sok ilyen csinálják, és látom, hogy emberek átmennek egyik kertből a másikba, ott beszélgetnek egymással, megnézik a portékát, kivarakva két ilyen fáradt váza, amit a három darab könyv, meg egy régi perzsaszőnyeg. Bocsi, átugrik, megkérdezi tőled, Balázs, kell még ez a kamera hungária? De nem, mit csak nyugodtan tudom, hogy neked mi. 500 forint? Tudok egy jogravírozót? Igen, kirakok négy sztori díjat. Most én nyilván nem erre gondolok, de hogy egy csomó mindent én sajnálok kidobni. Most ugye lakásfelújítás volt, és egy csomó minden olyan dolog, mint olyan asztal, amit nem tudod, tudnád kinek adni, csak ő nem tudja elvinni, meghirdeted, eladni nem akarod, már odaadtad mindenkinek, aki rászorult, de mégis sajnálom kirakni a lomtalanításra. A korintoszi márvány vízköp oroszlánod. Abból aztán nálunk nagyon sok felszégen, felszedem a kararai márványnál. És kirakom, hogy vigyétek. Ez a rohadt nagy vízköpek, az USA.
Igen, és a vízköpő fiú az biztos, hogy nagyon menne. De nem, hogy átjön a szomszéd kicsit, ott főzök egy teát, megbeszéljük a világ nagy dolgait, és közben csinálok egy garázsvásárt hétvégére. Nagyon jó. És ez, hogy így barátkozol is, ez nagyon jó. Ugye? Tehát, hogy tea van hozzá. Figyelj, ez full extra. Csinálok egy bögretéstás sütit, és átjönnek. Meg egy zacskós levet, egy kenyérkockával. Jó, de az csak annak van. Süti csak annak van, aki vásárol. Ha vásárolsz, viszel sütit. Ha nem vásárolsz, nem nyúk a piszka. Hát mondjuk ismeretes sütit, de ha nem válaszol, vagy nem vásárolsz semmit, akkor kell vinned sütit. Akkor mindent megveszem. Nem ettél még az én bögretésztát. Hogy küldjem el a lomizókat? Menjetek az anyátokba. Ide benne gyertek a rohadt életbe, ez nem lomi, ez garázsvásár. Nem. Mert nálunk most együtt van a kettő. Az nem jó. Nem akarom, hogy ott közvenjük oda, hogy félreértsék ezt a dolgot. Akarok egy jól megszervezett garázsvásárt hétvégére. Jövő hétvégére tűztem ki a dátumot. Nagyon jó dolgokat tudok adni. De csak egyet mondja, amitől meg akar szabadulni. Van például egy nem használt íróasztalunk. Aha. Igen. Nem használjuk. Hát azt nem biztos, hogy elviszik, de az biztos megkérdezik. Most mi baj, hogy miért nem vinnék? Hát elnézést, a brácsa mibe fáj? Gitár az nem brácsa, nem? Basszus, ott van egy hangfalam, az kineted? Egy erősítő. Egy régóta nem használt Marshall hangfal, szeretném valaki, szeretnék odaadni, ráadásul egy erősítő is. Kirakom a teleszkópot, hát szeretnék a garázsvásárt. Megy el az abban, hogy Paksi Endre is megkérdezi, hogy Balázs, például a Marshall. Mit kóstál, érted? Az a baj, hogy a teleszkópodat például, a társcsövedet nem tudod eladni. Mert az drága. Sok pénz. Azt nem is akarom. Lenne lávevő mondjuk, de ugye nagyon vigyázz, hogy túl ne fuss a 600 ezer forintot. Mert akkor visszanav. Visszanav. 6 kiló fölött nap. Számíthatok én a garázsvásáron egyébként navosokra? Szerintem igen. De nem kell számlát adnom 600 ezer alatt. Nem kell számlát adnod, viszont odajön és azt mondja, hogy ez mennyi, az mennyi, az mennyi, és kb. Látod, hogy kis számítógépen összeadja, vagy számológépen. Hát, hogy járnak a navosok? Párban? Hát garázsvásárra. Gyerekkel. Áruhában jönnek majd hozzám a garázsvására gyerekkel? Simán lehet. Kamuvatta cukorral? Simán lehet. Igen? Hogy szúrom ki őket? Jönnek? Hát ők jönnek. Biztos az egyik, biztos Marika. Csaptolnak, igen. Ne nyújjál semmihez, kezdenre csapol, megint tisztamasztod az arcod. Na mindent, jóva. Jó napot kívánok, itt van a garázsvásár. És beöltöztetett, navos van kisgyereknek öltöztetve, vagy igazi kisgyerek van? Biztos vagyok benne. Ne, hát a kis emberek be vannak öltöztetve. Kisfiam, kisfiam, nem vagy az apám, nem vagy az apám, reggel együtt kezdtük a műszakot. Tehát de 600 ezer vagy 650 ezer, igen, jó vagyok. 600-ig, de vezetned kell egy papíron, hogy mit adtál el. De mi van akkor, hogyha 600-nál bezárod a boltot, és azt mondod, hogy oké, ez a garázsvásár most bezárt, igen? Fél aranyi volt, egy másik. Nem teheted meg, mert éves 600. Ja, éves. Aha, nem egy alkalmas nem 600. Jó. És lehet, hogy jönnek, hogy be van-e kötve a pénztárgépem, és mondom, nézd meg, abakusszal számolok, és egy 220-as hosszabbítót bevezetek valahová, hát hogy ne lenne? Ha hogy ne lenne, az abakuszon be van kötve. Ezt szerintem elég nehéz leellenőrizni, hogy most az 600-on belül van. Most ezen gondolkozom. Garázs vásár az utcában, megcsinálom. Na jóba vagyok a szomszédokkal. Tényleg. Nem kell engedély, saját telked van. Ja nem azért, hogy lefújják a garázsvásárt, hanem hogy ott tényleg sütök valamit, és akkor ott lesz egy ilyen bali garázsvásár. Ez amúgy se Telek Feri az uradalom. Megnyitom szépen a garázsvásárt, csak ez most nálam egy nagy dilemma, hogy leválasztani szerintem a lomizókat a vásárlókról. Én várnék egy hetet, amíg várja meg, amíg lemegy. Meg keveredés lesz. Tehát azt fogja hinni a lomics, hogy ezt neki tetted ki. Igen, és ők elég könnyen hiszik ezt. Igen, ott fogod szánalmasan rángatni ide-oda. Figyelj, mindenhez van szemük. Én emlékszem, ugye régebben úgy csináltam, most már teljesen másképp, most már aznap készítem ki, amikor elviszik, tehát hogy én előre nem rakok ki semmit, mert nem szeretem, hogyha vircsaft van körülöttünk. Régebben viszont mindig gyönyörűen kikészítettem mindent. Neki annyira szemük volt a dologhoz, hogy nyitva maradt például a garázskapu, ő lenézett már a garázsba, és így mondta neki, ott volt kirakom, mint tudom én, egy ilyen olajkályha. És akkor vártam, hogy elviszi az olajkályhát, nem, ő jobbra fordult, az az alumínium teljes kanna ott lent a garázsban. Az viszont érdekel. Tudod?
csomó mindent ki tudok egyébként már rakni. Most hétvégén kitakarítottam a garást, és ilyen dolgokat találtam, hogy régóta nem használt ventilátor. Kicsi a asztali ventilátor. Attila hármas koporsó. Hihetetlenül nálunk van a torinói lepel. Hát gondoltam azt is. Van, azt is kirakom. Mint olyan futó bicikli, amit a Benny használ, de már egy kicsit rozsdás, és nem várjuk meg, amíg a Noelnek lesz, hanem valakinek olcsón, én azt oda tudnám adni, de nem akarok rajta sokat nyerészkedni. 20-25 ezerért azt a futó biciklit már el is viheted egyébként. Sztorikat mondják. 25 ezer a hagyjál semmi, a garázs vásárban. Semmi, nem akarok nagyon nyerészkedni, semmi, 30-32 ez a futó bicikli a tiéd lehet. De ahogy is, mit tudom, fut régi futó bicikli 500 forintért, és kirakom. Na, az már 500. Hát én nem akarok rajta nyerészkedni, kicsit több. Segíteni akarok. De ne, meg eleve mindegyikhez valami sztorit mondjál, valami, hát, mit tudom én. Nézzék ezt a fa futó biciklit, ezzel menekült annak idején a nyaktiló alól, Maximilian Robespierre. Igen. Tehát valami legyen mellé. Régi járólapokat találtam, benzines kannák, ilyen 50 literes benzines de kannák. De van is benne, gondolom. Valami lötyög benne, megmagyarázhatatlan dolgok lötyögnek benne. Járólapokat azért ne szedjél fel. Az direkt van az akvatorot, hogy ne legyen soros a láb. Ne, de ez jó dolog, meg akarom csinálni, mondom, egész íróasztal, jól működő asztali lámpa, ami nem kell, de nem akarom eladni. Gyerek íróasztal vagy felnőtt? Hát felnőtt, normális az íróasztal. Régi lejárt színház egyek. Gyerek íróasztal nekem felnőtt. Régi lejárt színház egyeket találtam, azt nem mentünk el, megtaláltam, nem tudom, hogy került a garázsba. Te voltál ilyen garázsvásárol, Júli? Hát én Vekerlé lakom, és ott nem kis-kis üzemben nyomják ezt, hanem ott rendesen térképpel egy nagy napon összeszervezik az összes garázsvásárost, van 15 állomás, és akkor ott egy udvarba becsődül mondjuk 10-15 család, és mindenki kirakja a cuccait, de úgy, hogy előtte ezt hetekkel... Ja, hogy más családok is jöhetnének persze, hozzám? Persze, tehát ez nem úgy így van, tehát hogy ott akkor mondjuk tényleg a szomszéd vagy a bocsék. nem lomok, mindenki tényleg, tehát ezek nem olyan dolgok, amiket ki akarsz dobni, és most keresel rajta, ezek jó dolgok, ezek jó cuccok, pénzre lehet őket tenni. Igen, van egy-két jó dolog, de én nem akarom drágán adni. Mi például 30-valahány ezer forintot adtunk el úgy, vagy 30 egy csomó pénzt kerestünk úgy, hogy olyan dolgokat adtunk el, amikkel a gyerekek már jó ideje nem játszanak. Tehát tényleg csak teszegettem, toszogattam ide-oda. De például úgy néz ki, hogy most fogom eladni a 40 négyzetméter visszamaradt bambuszparkettát is, amit szintén kiraktam, és megvan a építkezésből. Tehát, hogy egy csomó olyan dolgot tudsz pénzét tenni. Még egy burkolt hirdetést esetleg elnyomsz. Na, valakinek kell a bambuszparketta. De ezt úgy csinálják egyébként, hogy hetekkel előtte meghirdetik, és egyébként már van Facebook csoport erre, meg külön oldal, meg minden. Tehát, hogyha ezekre rá vagy állva, akkor megtalálod a módját. És akkor a többi szomszéd is áthozza hozzá a cuccát, ott nálam van az igen, egész? Igen, tehát vannak pontok, aha, pontosan tudják, hogy hol volt például, melyek voltak azok az utcák, ahol vannak ilyen nagy mondjuk garázsbeállók, ahova több ember is össze tud gyűlni. És akkor mindenki előtte pár héttel már elkezdi összeszedni a cuccait, ezeket előre feltöltik például Facebookra, tehát, hogy aki jön vásárolni, az pontosan tudja, hogy melyik utcában kell keresse mondjuk a hátvilzes, nem tudom milyen pályát, vagy az akár, bocsánat, nem reklám, de hogy a bármit, és akkor oda megy célirányosan azokat keresi. De úgy is lehet, hogy csak végigjárja a területeket, és akkor vásárolgat. Megülőle. A gyerekjáték megy egyébként a legjobban. A gyerekjátékok igen, jól mennek. Igen. Egy 5000 forint értékben vett, annó ennyiért vett, 5000 forint értékben vett gyerekjátékot, te most mennyiért tudsz eladni? Hát attól függ, milyen állapotban jó van. Állapotban. Ezzel? Jó állapotban. Nem. 2-3. Na, az már jó. De te lóvét akarsz keresni, hallom a hangon, hogy neked kicsit a... Hát miért nekem, te nem? Nekem inkább a közösség, hogy sütizünk ott, teázunk. Hát sütizünk és teázunk, és rengeteg pálinka fogy emellett. Tehát egyébként tök jó hangulat van. Kezd érdekelni. És például egy csomó, tehát nekem például van egy csomó újságom. Én mindenkinek adtam egy újságot ajándékba. Nálam ez volt a marketing fogás. És így nem kellett kidobnom a szelektívbe, hanem valaki örült neki. Mindenki kitesz egy ilyen kis tányérkát, ami mondjuk van süti, akkor azt osztogatja. Van, aki kitesz ilyen, nem tudom, kinder figurákat, és akkor azokat osztogatja ajándékba. Tehát mindenki úgy érzi, hogy ő itt ajándékba is kapott valamit. Tehát tök jó hangulata van az egésznek. És akkor kiteszed a biciklit, és akkor a gyerek megy vele. Na, az nem eladom. Aha. Na jó, azért nem, a bringákat nem adom. És kipróbálja, megy az alkudozás, oda-vissza. De most, ha én kirakom, mint lomtantás, az ki? Az most az állami? Már nem vihet el. Nem, hát úgy az állami, hogy gyakorlatilag bárki. Várj, lomtantásra nem szabad garázsvásárolni. De nem szabad. Azt nem, az nem, a lomtantást nem én szervezem. Tehát lomtantást most, akkor várja meg, míg lemegy a lomtantás. Így van, legalább aha, egy hét különbséggel.
Bár igen. Nálunk egyébként megjelent az előző brigád, akik valomtalanítások. Három Lada Nivával oda hozzám azért az... Megtalad Balázs Garázs vásárát az inkább security bizonyosítottak, tudod? Kér mindenfelé jön a hol van a Balázs Garázs vásárát? Kövesd a Maseratikat. Persze. És kindál két kaján egy biturbo Porsche, egy Aston Martin. Nálunk megjelent ugyanaz a társaság, akik egyébként egy héttel korábban lomizni voltak, és így járták végig az utcákat, és néztek ki, és így néha végignéztek, régiség van. Hát, ezt mondom, nincsen. De fizetni már nem nagyon akartak érte. Bambusz parkettára van jelent. Ajaj, már elment a bambusz parkettára. Figyelj, csináltak egyet közösen. Keresek egy nagy garást, és akkor mit tudom, gombosék, hogy hívják, a bocskorék, a nálási paliék, doszpoték, érted? Lenne egy hírességek garázsvásár, és tudod, ki mit rakna ki? Mit a ördögnóriék, ördögnóri kirakná a régi miniét, amit már nem használ, az 500-as kicsit, tudod, egy Volvo. Doszpatúr, ebbe az acskóba ugye liszt van? Valami régi cucc lehet. A garázsban találtunk, de tegye vissza inkább, mert nem jó. Tényleg lehetne csinálni egy nagy közös garázsvásárt, és jöhetne hozzánk mindenki. És ami nagyon jó, hogy nem kell mindent kiraknod, hanem az a legegyszerűbb. Hát minden nem raknék ki azért, igen. Ne, az a legegyszerűbb, ha lefotózod. Viki, van még benn valami? Már csak a két gyerek. Lefotózod, és kiteszel mondjuk egy fotóalbumot, amit ő átnézhetnek. Tehát, hogyha például az íróasztalt nem kell kitedd, hát minek cipelnéd ide-oda a mosógépet. Csinál valaki fotóalbumot? Persze, tehát, hogy vannak fotóalbumok, vagy ki vannak függesztve. Ami bent van a lakásban? Akár, kicsit átlapozod, és már mész is. Igen, de hát a betörő ott... vagyok, elmegyek, végignézem a fotóalbumot, és másnap betörök. Nem, lefotózod a gardrop szekrényt, hogyha el akarod adni. Nyilván nem teszed ki a garázsvásárban a garázsba. Hát de ezt mondom, hogy betörőként végignézem a fotóalbumot, aztán bemegyek hozzá. Balázs, kicsi képeket csinálj. Miért a kicsiképpen nem látszik, hogy egy rohadt nagy velencei tükör van benne nálatok, ami nem akar... Igen. amit nem akarsz kirakni. Szóval ott azért voltak fotóalbumok is, meg mi egyéb. Ki lehetett próbálni, lehetett enni, inni, úgyhogy ezeknek iszonyú jó hangulatuk van. Na jó, ezen erősen gondolkozom, hogy kellene egy ilyet csinálni. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy amikor lomtalanítás van, hogy küzdötök egyébként a lomisok ellen. Ugye ez most egy nagy harc, hogyha kirakod a sütőt, akkor ne vegyék el azonnal, és közben ne is késeljenek meg. Tehát a kettő legalább úgy történjen, hogy mikor mész visszafelé a lakásba. Mi történik, hogy történik, ki mit talált már lomtalanításnál, mert azért Jani is nagy guberáló. Tehát azért, persze. Ha tudjuk, hogy azért te úgy rakod ki, hogy rá is ülsz egyébként. Mit ad érte? Kicsit árulod is egyébként a lomisszucot. Hogy megy, illetve hát milyen finom, jó, kellemes dolgokat lehet találni lomtalanításnál, ha az ember megy és nézelődik. Az íróasztalod és a futóbicikli is elkelt a parketta mellett, mehetünk tovább. Na, nem kell ide, nem kell ide ez garázsvásár. Ez egy virtuális garázsvásár. Igen, vegyétek úgy, hogy leütve. 8:30 pontosan, 5 perccel jövünk az SMS-ekkel. Ákos, hírei után. 3:49 van, egészen pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Lomtalanításról beszélgetünk, ugye elindult a szezon. Mindenki mindenhol lomtalanít, és hát gyerekek, nem egyszerű megbirkózni a lomizókkal, ugye, és hát vannak praktikák, hogy mit tudsz csinálni. Arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak, hogy ők mit tapasztaltak különböző lomtalanításokor, illetve garázsvásárkor. A bidét nem mond, az már nekem kell madárfürdetőnek a kertben. Madárfürdetőn meglátod a bidémet, zuhanyozni akarsz benne. Direkt nem akarok kirakni egyébként. Arról beszélgetünk, hogy garázsvásárt szeretnék csinálni, és mi kell ehhez. De jól éreztem, én olvastam talán tavaly vagy tavaly előtt, hogy van ennek a hulladéktörvénynek már egy új szabályozása, és ugye én kérdeztem, de hogy ez tényleg lopásnak számít már, ugyanis nem teheted ki. Uh-huh. Illetve pontosabban kiteheted, de nem viheted el, és nem értékesítheted azért, aki begyűjti. Tehát már nem az van, hogy te elmiheted. Magyarul az állami. Az állami tulajdonképpen, vagy azon cégi, aki ugye hát ezt összegyűjti. Nincs már olyan, hogy ő odajön és elviszi. Mit csinálnak? Ravaszék, ajándékozási szerződést íratnak alá. Nem, hát viszem ki azért a használt cuccokat, amit ki akarok dobni, de. És jön a csávó, hogy ezt itt írja már ezt alá. Ezt írja alá gyorsan, rafkorsak. Minden új törvényre van egy újabb ötlet, igen. Hát nem, ő nem vihetné el egyébként, pontosan ezért találták ki, ugye, hogy ne lehessen ebből meggazdagodni. Jó napot kívánok, hadd mutassam be az ügyvédem. Bizony, de nagyon szép dolgok egyébként. Úgyhogy nem lehet. Jogilag tulajdonképpen te már ugye lopsz, ha te elviszed azt, amit én kirakok.
Egyébként megmondom nektek őszintén, nekem ezzel semmi bajom, ugyanis ami történik, már hogy ilyet... Már lopással? Nem, hanem hogy azzal, hogy ezt próbálják megállítani, érted? Hogy próbálják megállítani, mert az, ami mondjuk a 13. kerületben van lomizáskor, hogy kiteszik a dolgokat az emberek, hogy a közterület összegyűjtse, vagy az FKF, vagy nem tudom, kigyűjti, és nem tudsz napokig úgy menni az utcán, hogy ne álld össze magad, mert a tahója, érted, szétdobálja, szétszedi, szétveri, széttépi és szétdobál mindent. Tehát én azt mondom egyébként, hogy ez tök logikus döntés volt. És kár, hogy a régi jó dolgokból nem maradt. Annak idején nálunk ilyen nem volt. Ilyen nem volt a falon. A kardlabozás és a csendőrgumiba. Azt te is szereted. Most mit köpsz szembe? Igen. Na, van egy hallgatónk, aki érdekes dolgokat talált a garázsvásáron. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Jó reggelt! Halló, Kriszta! Na, te voltál garázsvásáron? Ez nem garázsvásár, hanem lomtalanítás. Lomtalanítás, mit találtál? Igen, régen sokat jártam így lomtalanításokra, ilyen régi képkereteket keresgéltem, és egyszer Budán későn értem oda már este egy ilyen hatalmas halomhoz, ahol természetesen már ott állt mellett az ember, és hát azért én keresgéltem tovább, és találtam egy ilyen szép kis csuprot. És akkor így nézegettem, nem is értettem, hogy miért nem választotta bárki, és miért nem rakta félre, hogy ugye pénzbe kerül, és egyszer csak így odaszól nekem a Muki, hogy így, hát ez a halott. Mondom, és így micsoda? Mondja, hogy halott. Mondom, de mi? Hát fordítsd meg. És akkor megfordítottam. Azt mondta halott? Igen, és megfordítottam, és egy urna volt, és benne voltak a hamvak. Oh. Valaki megunta nagyit? Igen, és így kirakta. Kellett a helyfikusznak. Nagyikám, nagyon szerettelek, nagyon sokáig voltál itt, de most vettünk két új orhidát, úgyhogy kirakunk. És kirakták úgy, a lomtanítással? Igen, és még az ember sem mert hozzá nyúlni, és nem rakta ki, pedig elég szép csuport volt. De milyen szeme volt, hogy ő tudta, hogy hálott. Jó szemük van hozzá egyébként. Nagyon igen. Tudják, hogy mi az, ami érték. Te nem nyúlnál oda soha, de tudják, ő kiszúrja, de hogy az... Sajnos azért, tehát hogy szerencsére vannak hiányosságaik. Tehát azért volt már olyan, amikor nagyon jó ötleteket csináltam velük. Na és most mit tárulsz a csuporban? Most nézel, elég, virágot. Szerintem ő. Ilyen kajszilek vár van meg. Nagy után, mi? Jézus, na jó, ne legyünk morbidek. Igen, de ennyi belefér. Ha már ezt valaki kirakja, de akkor nem vitted el. Ott volt rajta. Nem ott volt rajta szépen a címke, a nevével, hogy ki van benne, meg hogy mettől meddig élt, meg ezt minden. Nem hiszem el. Nem mondott komolyan, még föl is címkézte. Ját, hogy de tudja, lehet, hogy már... Nem, sajnos az a rajta van. Igen, így adják ki. Aha. Azt hittem, hogy ő még felcímkézte, hogy Barackleckvár, Málnarekvár, Hacsó, Nagyi, for ide a virág föl. Tudod? Te jó Isten. Jól van, hát köszi, hogy elmondtad. Ciao. Hello, Krisztán. Hello. Én konkrétan fültenő voltam egyszer, amikor már ott ültek, már lefoglalták, már instandolták a izét, a rakást, és oda ment valaki, aki nem hozzájuk tartozott, hanem a broncshoz, mondták neki, hogy az 1005. Igen, és ott ő már eladja. Mi? Ő már árulja. Az 1005. Mi 1005? Az. És elkezdte árulni azt, ami pont annyi köze volt, mint annak az embernek, aki két perccel később ért oda. Ismerve téged ezt a történetet, azért tudod, mert ők ültek az egyik dombon, te a másikon. Hülye vagy, hogy adtam volna már érte 1005-öt? Mondom, hogy nem az 1500. És ültél a kis világos kék melegítőt be a dombnak a tetején egyébként. Itt van még egy hallgatónk, haló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hello, Pisti, ciao, hello! Hello, sziasztok! Na, te is voltál lomtalanításon, vagy veled mi történt? Hát az egyik haverom egy igen régi Warburg-gal járkál. Igen. És eljött hozzám látogatóba, én meg időközben kidobáltam a kis szemetemet, amit el szerettem volna viteszni. Szépen megállt a szemét kupac mellett, és beszélgettünk 10 perccel később, kibámult az ablakon, és látták, hogy tolták volna fel a barkasztok a platójára. Nem mondod, hogy vitték a barpult. Így van. Atya, hát úgy kinéz, ez a tényleg olyan rosdabogja, meg mit tudni. Tehát tényleg arra a sorsa szánták azt az autót, mert... Zseri. És ilyen festőpallon próbálták föltolni. Csak nem nagyon sikerült. És leleményesek, nem? És igen, jönnek, igen. És megoldják, és viszik, és van eszközük, és mennek, és igen. Kiszúrják. Hát én már még a kulcs is benne van. Hagasgám, gyere, már toljuk már fel, ezt így gyorsan. És lerohant a haverod, hogy állj, azt ne vigyétek el, az az enyém?
Igen, igen, mondta, hogy van még rajta a fél év műszak, ilyen nem vigyétek már még el, is a fél év múlva. De nagy. Nagyon, nagyon kemény, nagyon kemény. Igen, hát ez az új törvény, ezt akarja elvileg megakadályozni, ugye, ez a hulladékgazdálkodási törvény, hát kérdés, hogy ez mennyire hatásos, hogy nem vihetik el, tulajdonképpen kíváncsi lennék. Te szoktálom tanítani, vagy te kidobálsz dolgokat? Hát úgy nagyon ritkán, ugye kertes házban lakunk vidéken, és ott azért, ami van személy, csak az. Tehát nem olyan sűrűn fordul ez előtt, csak akkor pont akkor. Akkor elvitték éppen a barburgot. Jól van. Éppen nem sikerült, de próbálkoztak. Köszi, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Én köszönöm. Hello, hello, hello. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt. Sziasztok, Fecó. Hello, Fecó. Hello. Szia. Te is lomizol? Hát persze, mindent, ami menthető, ugyebár. De mi, mész körbe, és te is viszed? De nem. De hogyha látok valamiatt, ami még használható az én számomra, akkor azt természetesen kimentem. Hát volt már pár konfliktusunk, de hát két majd darab állatot elrendeztük a dolgot. De mit lehet elvinni? Egyébként régi matracokat látsz, fadarabokat, festékes vödröket, nem? Az már kifosztott kupac. Az már kifosztott kupac? Festékes vödröt látsz, én viszont egy olyan festéket, amihez teszek egy kis hígítót, és még újra fel tudom használni. Jó, jó meglátás, kérdés, milyen állapotban? Sokkal komolyabb dolgokat is lehet találni, tehát ami miatt konkrétan én jelentkeztem hozzátok, az 32 deka arany volt. Mi? 32 deka aranyat találtál? Hol? Hát konkrétan egy ilyen ócska valós doboz volt, ilyen gombos doboz. Lepattogott a lak róla, nem is volt túl szép. Hát annyi volt egy dobozka, ami nehézkes és zörög. Megnéztem, le volt zárva, nem bírtam kinyitni, félredobtam. Haverom felveszi, majd ő otthon kinyitja. Jól van, vidd haza, barátom, hát kit érdekel. A srác hív, este 10-kor, gyere át. Nem megyek. Gyere át. Nem megyek. Ez így ment egy fél évig, aztán összeverekedtetek. 3-4-10-en, és mondjuk gyere át. A város végében este 10-kor, hát nem voltam boldog, átmentem. Mondom, hogy hát, most nem akarom itt a rádióban mondani, hogy miket mondtam neki. És amikor elém tárta a dobozt, akkor leültem egy kicsit sírni-ríni, hogy én ezt félredobtam. Hogy mondjam, hát kölykök voltunk, tehát nem a miénk lett a bevétel, hanem a szülők eladták ezt a mennyiséget, és vettek egy kocsit rajta. Uh-huh. Én kaptam belőle egy nyakláncot azért, emlékbe. De milyen amatőrök vagytok, odaadtatok a szülőknek? Hát azt el kellett volna csencselni azonnal, gyorsan eladni, nem? 16 évesen még azért, nem annyira. Az szép, és ezért, ez valószínűleg megmaradt benned gyerekként, és azért jársz azóta is lomizni, hogy hát ha újra találsz egy ilyen kis kincses ládikát. Igen. Hát török kardot már találtam fönn a várban. Törött kardot? Igen. Kukába volt beleszúrva. A hat történetiben. Én esernyőnyílnek néztem, mert csak annyira látszott ki, és nagyon szép volt. Kihúztam, és akkor úgy legöbbentem egy cseppet. Ja, kardot, én kvadot értettem. Aha, ki a fene tesz ki egy törött kvadot? Egy törött kvadot. Ki a fene tesz ki lomtalanításra? És mit csináltál a karddal? Az fenn van a szobám falán. Amikor te nagy gyűjtő vagy azért így lomizol is utána. Igen. Na jó van, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Ciao. Hello. Ismerősöm kirakta dobozban a felesleges ruhákat, már úgysem kell, egyik családtag belenézett, és mégis mi volt benne? 6 millió forint készpénzben. Azt így elfelejtett, hogy betettél két pulóver közé 6 emmet, és akkor kirakod, vagy ez hogy van? Nem láttad, Margit, azt a 6 gurigát? Tudod. Nem. Mindegy. Szőnyeget találtunk egy lomtanításkor, kitakarítottuk, 600 ezer forintért tudtuk eladni. Ilyen kincsek vannak ilyenek, tehát te megszoktad, hogy mondjuk a konyhában ott áll egy ilyen kredenc, vagy egy tálaló, mit tudom én, 20 éve, 25 éve, és mert apád lefestette valahogy, vagy kétszer átkente, és azt megundod, veszel valami újat, mit tudom én, a svédeknél, ezt meg kirakod az utcára. Oda megy egy szakértő, ránéz, és azt mondja, hogy basszus, leszedem róla a festéket szépen. Felújítom. Ráadásul stílusban is, tehát azért ezek az emberek sok esetben értenek is hozzá. Hogyne, nyilván. Tehát nem tűzifának viszi haza. Mutaro minden lomja alkalmával felhoz annyit cuccot, mint amennyit levitt, olyanokat hoz fel, hogy el se hiszem, legutóbb Origi 2 tisza cipőt hozott fel, eredeti retrót, és doboz állapotúak. Na. Aztán bontatlan kávé főzőgépet, ez csak a jéghegy csúcsa. Ilyenek vannak. Elindulsz? Elkezdek, igen. Hát egy pár tisza cipő. Budapesten lakom, egy lakótelepen nem egyszer láttam, hogy lóval, lovaskocsin viszik a lomon. Meglepő látvány volt, írja nekünk egy hallgató.
Lomis segített kipakolni a lomot a kocsi csomagtartójába, később vettem észre, hogy kivette a krokodil emelőt, és az számos visszaszereztem, írja egy hallgató. Aztán Hali, nálunk a lomisok elkezdtek válogatni, mondtam nekik, hogy mindent vagy semmit, erre lázadtak és pofoszkodás lett, még a kutyát is ki kellett engednem, vittek mindent. Ezt Zoli küldte nekünk. Haj, nagyon jó történetek vannak. Nemrég tudtam meg, hogy a bérelt lakásomban lévő összes radiátor különböző külföldi lomtalanításokról való. Azt pedig már korábban is elárulta a tulaj, hogy a ház oldalába beépített nagy vaskaput is úgy szedte össze Pécs mellől. Mi lehet még a kád? Egy kaput. Kérdezi valaki, igen. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket. Játszunk egy jó kis hármas ugrást. Már itt is van a játékosunk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Vannak kövesem, és egy irodán költözött, a páncélszekrény nem tudták megmozdítani, lomisoknak szóltunk, a másfél tonnás széfet egy kb. 80 kilós szálkás ember elsőre kitolta a helyéről, másnapra eltűnt. Igen. Ha én ezt most minden nem viszem el? Ki tudja, mi van benne. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok, hello. Csaba vagyok. Csaba, Kecskemétről. Mit csinálsz Kecskeméten, Csaba? Most megálltam, kamionozom, Merre mész éppen? Alsó-Némedi. Ja, akkor belföldön csak? Külföldön? Igen, belföld. Jó, van. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy hát a harmadik kifejezetten durva, de az első kettő szerintem nem. Első kettő nem. Mehetünk? Hát, próbáljuk meg. Nyakbalkasztóért így szól az első kérdés. Mi a hangszere játszik a tankcsapda énekese Lukács Laci? Basszus gitár. Így is van. Mehetünk tovább? Igen. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Melyik ország hivatalos fizetőeszközének valuta kódja a CZK? Szlovákia? Hát nem Szlovákia, igen, ez a cseh korona. Cseh korona. Ajjaj. A cseh korona. Van egy nyakbalkasztom. És még bum sincs. Nincs is bum. Igen. Nincsen sajnos. Bum van. Igen. Benéztem. Nem baj, megvan, legalább egy nyakbalkasztó, gondoljára Csaba, jó? Oké, köszönöm. Köszi a játékot. Hello. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra van pontosan, 9 óra után mondjuk a VTCC kérdést, mert hogy valaki ugye 2 darab belépő jegyet nyerhet hétvégére a Hungaroringre, Mihelis Norbi futamára, ugye? Így van, 3 napra már pénteken is ki lehet menni, akkor csak megmutatják magukat Norbiék, de lesz egész nap programkint, és utána szombat-vasárnap van a futam. Most mi van? Elgondolkoztam. Azért néztem rá, mert beszéltél. Megzavartál. És pénteken nincs semmi? Pénteken vannak egyéb programok, de ugye a VTCC-ben eddig volt egy ilyen pénteki előedzés, azt eltörölték, most megint van egy ilyen fél órás, de az azt hiszem valamikor délután van, ahol ők megmutatják magukat, de a szombat-vasárnap lesz a főnap. Ki lehet menni, autózás már van. Van pénteken is. Jó van, jövünk a kérdéssel mindjárt, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra 14 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát igen, valami. Én már szeretem. Van valami a levegőben. Már szeretném, ha állna. Ez nem mit tettünk róla. Két hete ellert. Segít? Nekem már semmi nem segít. A mikrofonomon dolgozom egy kicsit. Itt vagyunk, és hát igen. Én is szoktam két megszólalás. Tudod, hogy kell a mikrofonon kell egy kicsit dolgozni, az a nincs baj. Hát igen. Gyerekek, ami elromlik, az elromlik. Hogy van ez a Murphy? Ami elromolhat, az el is romlik, ugye? Így van. Kicsit átírtam a Murphyt. Ami elromlik, az elromlik. Ugye, hogy a méz meg az újság csodákra képes egyébként? Jó, majd lehajolok, beszélek így, nem baj. Senki nem hinni el, ha látnám. Gyugyó, megoldja. Azt mondja, hogy nézzük a közlekedési híreket, engedelzsúj nyugodtan, M3-as Budapest, ne engedel. Nem, ezt mégsem. 171-es kilométerénél mérnek Egér küldte nekünk, Balaton keresztúr belterületén a 7-es úton Balaton Fenyves felől érkezők sebességét méri, buszos Jani küldte nekünk, aztán...
aztán szimatszatyor, ez nem az, ez nem az. Azt nézem, hogy mi van még. Van még egy-kettő. Nagy a forgalom a 8-as út Herendi szakaszánál, a kínai műhelyben, csak óvatosan, csacsa. Pölöske és Zalaszent Mihály között van egy trafink, és Mezőtúron Törökszent Miklós felé a 46-os úton szintén mérnek. Ezt Karcsi küldte nekünk. A dolgozunk kicsit, hogy ne kelljen ezt így fogni azért végig, mert az nem lesz. Az nem lesz annyira, jó? Jövök. Gyereke, egy másodpercet kérünk, jó? Tényleg, hát most már nem tudunk mit csinálni. A technika ördöge. Eddig jó volt. Elhagyta magát a mikrofon állvány, de nem megoldjuk. Na. Csak nem tudok mibe beszélni. Az egyes nem érzül? Tartja? Nincs rajta a mikrofon ember. Oszó! Elkaptad, Feri. Nagy vagy, nem az vagy. Jó. És minden omlott. Én mindig szerettem az olyan műsorokat, amikben mindig kiderül az, hogy mi történik a kulisszák mögött. Gyerekek, hát egy szabó család vagyunk, minden, ami itt történik a stúdióban, annak a hallgató részese, hát ez a reggeli műsor lényege. Aki ezt nem érti, az nem ért ehhez a dologhoz. Így van. Hát ezek miatt, az életszakú dolgok miatt lesz izgalmas egy ilyen teleregény, mint a miénk. Hát értem, a szomszédokban is az volt a legizgalmasabb része, amikor Júlcsi berohadt a szobába, és azt mondta, anya, nagylány lettem. Én csak még ülni nem tudok. Jó, ezt nem mondtam. Nem. Ez egy későbbi részben volt benne. Nem üsz le egy darabig. Nem. Ja, jó kis szomszédok, drága szomszédok, hát gyerekek, ha lehet nekik reklámot csinálni, én megcsinálom, mert nem hármon, én nézem őket, gyerekek. Komolyan mondom, ha nem felejtem el esténként, nekem az egy fix program, hogy megnézem őket. Ja, Istenem, mi újság, érzitek az időjárás? Nagyon. Hideg van, kit voltál cigizni? Igen, ne, ott nem, már nem járunk két adásban, nem mondom. Kinéztem, ellenőrizni. Benzit lesz így, valami. Elloktál valamit a kocsimból? Felvetted a kabátomat? Nem úgy értem, hanem, hogy megtapasztaltad, hogy milyen idő van. Szakad ki az eső jelen pillanatban itt a stúdió környékén. Szakad az eső, fú a szél. Ennyi. A, nem hideg jó. Van. Nem, az egyáltalán nem. És a szél nem úgy, fúj. Fú, hogy 28 fok volt még két héttel ezelőtt, emlékeztek, vagy a múlt hét előtt, azt hiszem. Ez nem jó. 28. Háromnapos hétvég, és mit fogunk csinálni? Lakásban leszünk? Aha. Bent május 1-én? Bent ünnepelünk? Lufi a plafonon. Én feldíszítem a május fámat legalább. De most komolyan. Van. A gatyámban. Ja. Ha végre feláll. Olyan május fámmal hallod. Raksz ajándékokat a tetejére, hogy ezek felmászik az... Gyerekek, aki felmászik a május fámra, ott talál ajándékot. Ott, van, ott van ajándék. És énekszó és tárc köszönti majd. Na. Szeretnék nektek kedveskedni valamivel. Ugye. Na, muszáj. Holnap se vagy. Kivettem két hét szavit. Aztán. Mindig azt mondjátok, hogy én soha nem hozok nektek semmit. Hát mi a tények emberei vagyunk, értem, két materiálista gondolkodásmódú ember. Megelégeltem ezt a dolgot, mert eddig azt mondtam, álságos ajándéknál jobb az őszintén semmit. Aha, és most hazudva hoztál semmit, most, vagy most, mit? Most hazudva hozok valamit. Nem. Akarok nektek készíteni valamit, amit még nem tudom, hogy sikerül, de ki akarom próbálni. Nem mondom el, hogy mi a szolgáltatás. Nem is ez a lényeg. Nem is ezzel kell foglalkozni. De azt mondtátok, hogy én soha nem mozog nektek ételt, mindig te hozol, vagy a Laci hoz valamit, vagy az Anna hoz valamit. De mit csinálsz? Korongozol nekünk agyag muffot? Hát. Agyag muff! Gyerekek. Mondom, hogy ti már jobban féltek a dugástól, mint a veréstől, úgyhogy a ti korotokban már egy agyagmuff is nagy számnak. Hát az. Egy nagy dolognak számít az agyagmuff is. Kicsit reszelk. Kicsit nézitek, kicsit hazaviszitek, érted? Hát nem erre gondoltam. Azt véget akarok vetni annak, hogy a gonosz Balázs, aki soha nem hoz semmit, meg elmegy valahova, meg nem hoz reggelit, csak mindig megeszi másét. Ezért arra gondoltam, hogy készítek nektek valamit. Atya úristen, de jó. Akkor mégis agyagmuff. Ez jó. Van egy olyan szolgáltatás, csak egy mondatban. Nem is maga a szolgáltatás, még több ilyen van, úgyhogy nem reklám, hogy ha te akarsz csinálni egy kaját, akkor az összetevőket... Megrendeled pizza. Kaptok egy sok gumbi pizza. Erről már is hallottam. Az összetevőket bele... De primitív songuku pizza. Nehogy. Sokkal jobb. Sokkal jobb. Még nem tudom, hogy csinálom. Sokkal jobb? Sokkal jobb. Ma jó Balázs van veletek. Aha. Ma... Igen? Elhoztam azt, ami bennem még maradt egy kicsi, a jót. Tehát nem a gonosz Farquhar nagyúr? Nem a Farquhar nagyúr. Higgyétek el, még bennem van valami jó.
És van több ilyen szolgáltatás Magyarországon, hogy fogsz egy dobozt, és ők fognak egy dobozt, beledobálnak mindent, te kinézel egy receptet, és ők összerakják az összetevőket, és kipostázzák neked zacskóra porciózva az összetevőket. Ja, értem. Rendeltem egy ilyet csak próba jelleggel, és arra gondoltam, csinálok nektek egy ebédet. Egy vajas pirítós. A pirítós bonyolult, vajas kenyér. Kell. Csinálok nektek egy ebédet. Nem vagy kérdés. De tényleg? De mit fogsz főzni? És hogyan? Meg főleg olyat, ami mind a kettőnknek fincsi, meg ízleni fog, meg szeretjük. Az is nem érdekel, hogy mit szerettek. Ez volt az első, amire rá tudtam bökni. Szereztem sült tofu, mézes szezámos üvegtésztával, fafülgombával. Ez jó. Na most. Kicsit? A fafülgombát Jani füléből nyeljük. Figyeljetek, ez jó. Ez jó. Picit az én irányomba indultál el. Igen, mert az én szervezetem a tofut kilöki, de... Nem volt szempont, hogy te ezt meg tudod enni, vagy nem, azért ennyire nem voltam jó. Egyszerűen ez szimpatikus volt. Na, ha azt mondtad, hogy marhatokkány, akkor már érzem, hogy mahin. Éhkopot nyelek majd. Nem akartam neked húst rendelni. És ezt megkapod az összetevőket, és utána te mit csinálsz vele? Mert ezt te fő nem ismered a répát szerintem. Micsoda? Na nézzük, mi van a dobozban. Az a petrezselyem. Tessék. Az meg a tofu. Van itt petrezselyem, van tészta, aha, van valami törlőszivacs. Aha. Ja nem, ez a fafülgomba. fafülgomba, tojás, méz, gyerekek, minden megvan. És arra gondoltam, hogy megcsinálom nektek. Aha. Nagyon jó. Jó? Jó. Segítetek? Nem, hát miért te csinálsz nekünk, nem mind magunknak. És a lényege az a dolognak, hogy rá is írnak, tehát olyan dilettánsoknak, mint nekem, aki egyáltalán nem tudnak főzni, ráírják, hogy ez micsoda. De tehát jó. Rendeltem uborkát, aztán megnéztem, ez cukini. Aha. Ez cukini. Ez cukini. Aha. Tehát ebből lehet sült cukinit csinálni. Itt még van egy kis gyömbér, van egy kis fokhagyma, benne van a tészta, benne van a szezámolaj, gyerekek, a karfiol, ja, ez brokkoli. Aha. Tehát minden olyan dolog, benne van paprika, minden benne van, ami kell. Hát zseni. Aha. Nagyon jó. Nagyon jó. Picit azt érzem egyébként, ahogy így beszélsz el a dologról, hogy kicsit eszembe jut egy lendkerekes autó. Iszonyat lendülettel megindul, aztán pedig megáll. Ezt te meg tudod csinálni? Nem tudom, hogy meg tudom-e csinálni, de akkor legalább kihúzzuk a méregfogát annak, hogy nem csinálok semmit, meg nem főzök meg semmit. Meg. Tehát legalább egyszer megpróbálod. Hogy egyszer legalább valami ne a pult fölött. Ne ott. A szója a szó. Azért. Csak megkóstolom. Na jó, van. Én nem. Most beleiszol abba a szója szószba, ami utána ráöntesz a kajánkra. Jó szakács, megkóstolja azt, amit csinál. Jó, akkor most ülj bele a cukkinibe. Mondom, megkóstolja. Megkóstolja. Ki lesz a konyhasegédem? Juli! Meg is van. Mondod, mit kell csinálni, akkor segítünk, persze. Na, egy edénybe tegyük föl a vizet forralni a tésztának. Aha. Oké. Okay. Jó. Feri, lépjél akcióba. Nem, még nem tudja, hogy ő fogja az egészet. Igen. Gyerünk, Feri, most bizonyíts. Gyerünk, Feri, fújt ki a szakmaórát. Meg vagyunk. Víz for. A gombát vízben 10-15 percig áztatjuk. Aha. Vegyük úgy, hogy áztattuk. Jó. Nem. Én szeretem a ropogós. A roppanós gomba. Így jó, van, egy nehogy jó kis elvitt, roppanós. Nehogy elvitt 10 percig áztatni. Nem áztatja, de nem betesszük már, addig. Az... Roppanós gomba. Hagyja. Nem jó. Ehetetlen lesz. De lesz, akkor Feri? Akkor izé lesz. Szójás tofu lesz a gomba nélkül. Roppanós gombával. Jó, igen, na. Következő lépés. Igen? Ne ízd már meg, az a pác. Hallod, de megiszod a szóját. Szeretem a szóját, gyerekek. A sárgarépát és a gyömbért meghámozzuk, a fokhagymát megpucoljuk. Jani, lépj akcióba. Jó. Elveszem. Oké, adja az olyan. Hát, na, hogy főzök nektek? Nagyon jó, eddig sehogy, mert te elmondtad, hogy mit csináljunk mi. Igen. Mit kell megpucolnod? A gyerekek, ti mindent benyaltok. Olyan cukik vagytok. Hát tényleg azt hittétek, én fogok főzni. Te amatőrök vagytok. Addig éneked el a kedvenc dalodat, a szójám. Milyen? A répát ad ide. Mi erre vágjuk? Mi erre? Hát mi, mit tudom, mi erre, Feri? Hát répa alakúra, nem tudom. Julien, ne vagy. Julien, Brandora. Brandora vágd a répát, ne Julienre, vagy Zekre. Azt mondja, hogy az üvegtésztát forró vízbe tesszük, 10 percig nagyon hagyjuk áll. Gyerekek! Annyira, nem volt egy egyszerűbb recept? Ezért teszem. Te rendelted. Tessék? Az én.
Van gyömbér is. Figyelj, itt van egyébként minden. A méz, sült tofu. De miért írják rá mindegyikre, hogy sült tofu? Ezt mert az, az lesz az étel. De hát tudom, hogy mit rendeltem. Hát, nem, jó, hogy ne keverjem össze. Ja, értem, és ráírja, hogy melyik, hogyha többet... Jövünk, megyünk. Aha. Kész vagy... Kész vagy már felé. Kész. Az mi jó? A Jani lefőjárk. Én viszem, hozom. Na, gyerekek, rohadt éhes vagyok, csináljátok már. Hát, de várjál már. Jó? És kockára kell vágni a pritamint? Tessék? Kockára kell vágni a pritamint? Mire vágja azt, nem mire? Háromszögre? Hát persze, hogy persze, hát vágj föl, tök hát ne, hát most a izét Julienre vágom, a többit is ilyenre vágd. Julienre? Mi ez a látens meleg van, ez a Julienre vágom a répát? Gyufaszárra, te! Mi ez a izét? Nem, kapella vonal, ez a Julienre vágom a répát. Ilyeneket meg kell tanulnod. Én Julienre vágom a répát, igen, valahogy hát, el tudtam érdekelni. De nem, hogy tudjál arcoskodni a vendégek előtt, hogy Julienre vágtam az. Az én vendégém annak is örülnek, a van répát. Így van, örülnek ők mindenek. Örülnek, hogyha negyed óra után nem hazzavarja haza őket. Tudod, milyen boldogok a rendelt songuk pizzától, levicceljel. És Julienre vágott répa, ne bóckodj, nem voltál még nálam vendégségben. Tésztát beáztattuk? Jó. Nem kell, roppanósan szeretem. De nem jó, ne, ha már csináljuk a... Roppanós tészta, jó. Figyeljek fel, tényleg azt mondjuk, hogy izé, hogy fafülgomba csísz. Mit mondott a izére? Mit ír a hogy hívják rá, a cukkinire? A cukkinire? Hát azt írja, hogy a sárga répát, a gyömbért, a fokhagymát, többi zöldséggel együtt megmosuk, jó, azt engedd el, biztos azt tiszta. Cukkinit, sárga répát, vékony csikokra, julienre vágjuk. Így van. A fokhagymát, gyömbért lereszeljük. Nem reszeljük, mert nincs reszelünk. Dobd be mindent egy lábosba, rakd hozzá a tofut, és meg vagyunk. Mi jóval, a következő, ha ezzel meg vagyunk? Tessék? Mi a következő? Mert nem vagyunk meg, de legalább elmondjuk. Na? Gyerekek! Figyelj, alakul. De mit csinálsz, Jani? Én fényzére vágom. Francia manik. Versailesre vágunk. Gyerekek! Jól állunk. Jó, te egész tudod jól követni egyébként te, aki hoztad a receptet? Uh-huh. Én ezt nagyon szeretem, ez zsülemít, ülünk és nézzük, ahogy annyira örülök neki, hogy megleptél egy kis házi munkával. De én szeretem, hogy te egyébként ezt ilyen lelkesen csináltok. Azt szeretem a legjobb, hogy benyaltátok, hogy valóban olyan ajándékot hozok nektek, hogy esetleg tényleg nem kell semmit csinálni. Nem, nagyon jó egyébként, és azért vagyunk ilyen frissek, fürgék, meg azért sietünk vele egy picit, mert az van ráírva, hogy 2014. decemberig eltartható hűtés nélkül. Gyömbért ad ide, légy szíves, és a fokhagymát. Tényleg, egyébként a három darab marha szeletet rendeltem, hogy azt is berakják egy ilyen zacsiba, hogy ezt lehűtik, vagy ez hogy van? Gyömbérfokhagyma. Gyömbérfokhagyma? Hát most már megcsináljuk. Jó, most nem elmegyek gyömbér. El, légy szíves, de vártam. Nem, ha elfogyott, elmegyek gyömbér. Jani, menj már el, kenyér. Na jó. Ez már csak minket szórakoztatásség. Nem, ne higgy. Gyerekek, Bali ajándéka, kösz. Nem akármilyen ajándéka. Hát figyelj. Bali ebédje az igen, te az a róka és a gólya ebédje. Te öcsém úgy hozol, ahogy más visz. Gyerekek, én szeretek nektek ajándékokkal, kedves kemény. Szeretem, hogy ti ilyen lelkesek vagytok, hogy az semmi nem volt az, hogy Bali csináld meg állj neki, meg nem tudom. Azonnal elkezdtétek megcsinálni. Ez olyan, mint amikor becsomagolod a saját ajándékodat, és általán átadod magadnak karácsonykor, amikor egyedül vagy. Nem? Igen. Ez olyan, mint hogy a Feribe menne egy este a szóba, és azt mondja, na mit főztem magamnak? És egyedül van otthon a lakásban. Te magadnak is főzöl, Feri? Persze, én igen? Szemed, aha. De általában mindig van otthon valaki, sajnos. Na meg vagytok? Okay, hogy ne. Akkor rottyincs alá, aztán... Az már megtörtént, de... Rottyincs alá, tedd be a klottyot, adjál hozzá 10 flojtyigot. Mi a következő? Pörönciért meg a gyömbért. Mi a következő? Aha. Azt mondja, hogy utolsó lépések tálalás. Mintha valamit átugrottál. Kevés olívaolajat felforrósítunk egy serpenyőbe, majd beletéve a tofut egyik másik oldalára 1-2 perc alatt világos színűre sütjük. Kész vagy, Jani? A tofuval? De te miért hordasz abba vizet? Aha. Hát mert ő a vízhordó. Csak megfőzzük benne a tésztát. Ne, az üvegtésztát nem főzzük meg, a rizstésztát, drágám, az a meleg víztől kész van. Életke, csak segítek aha, neked egy de picit, mert nyilván még nem láttál ilyen. Nem szeretem, Feri, hogy vitatkozol a recepttel. Ez de olyan, nem főzi. Ne olyan, mintha nem tetszene az ajándék. Ő se főzi. Olyan, mintha nem tetszene az ajándék. Én nem szeretem, hogy itt vitatkozol. Egyszerűen arról van szó, hogy Feri egy picit mit módosított az időhiány miatt a receptet, és roppanós lesz a tészta is. Tehát Bali ajándéka, roppanós tészta, és egy kis fafül tofu, illetve fafül chipszel. Ja, fafül mondjuk Julinak szakács a férje, tehát ő se főzött. Igen, de én nagyon örülök neki egyébként. De a tofut nem adnád ide? Hogy ne adnám a tofut? Melyik? Hogy néz ki a tofu? Ja, ez a tofu. Én azt hittem, ez margarin.
Tofu! Tessék, igen? Itt van a tofu. Mit mond a recept? Mit mond a recept? Semmit az égére. A tofut paníroz be. Egyébként kis hangjelzéssel közben hiányolja a lábost, amit elvitt a Júli, és feltölt most éppen hideg vizet. De már te a panírozás után vagy, nem? Vagy a, mi csinálunk? Én már, én picit után. El vagyok keseredve, mert én tálalnék. Tehát, hogy nem tudom, hogy álltok a dolog, nem tetszik, hogy nem tudok tálalni. Most nekem egyébként nagyon szimpatikus az egész dolog, de alapvetően, hogyha ezek az alkotórészek megvannak otthon a hűtőszekrényedben, akkor miért? Mert hogy akkor minek? Hogy micsoda? Tehát akkor minek ez a nagy hűhó, hogy otthon minden hát már megvan a hűtőben? Hát de nincs meg otthon a hűtőben minden, nem? Hát igen, hol igen, jó, olaj? Mondjuk, hogy nem akarsz egy külön bevásárolni rá, akkor melyik olaj? Praktikus hát, is tud lenni. Hát olívaolajon, az is kell, hogy legyen. Az nincs. Hát ha, itt volt azt valahol. Is megittam már. Szezámolajat tudok helyette. Kösz. Hó. Meg vagy? Gyerekek, mutasd. Ahogy írja egyébként a hallgató, ez az én csapatépítő ebédem. Várjál, Juli, kinyitom neked a tubust, szezám, tárulj. Jézus, atya úristen. Közben elmondtad a VTCC kérdést, Jani? Ja, nem, de mondom azt is. Várjatok, bocsánat, csak készül az ebédünk. Jó, nem panírozunk. Gyerekek, figyeljetek, nektek örömet szerezni a legjobb. Menjetek át most atmoszférába, srácok. Figyeljetek, jó. VTCC kérdésünk a következő. A 0676450000-as SMS számra várjuk a választ. Melyik évben aratta első VTCC futam győzelmét Mihelis Norbi? Tehát még egyszer azok kedvéért, akik esetleg most kapcsolódtak be az adásba, melyik évben aratta első VTCC futam győzelmét Mihelis Norbi? Úgy áll a tofunk? 0670 000. Valaki kérdezi SMS-ben, hogy Fási Ádám nem fog, nem lesz mérges a Zsüli, erre vágjuk a répát. Igen, olajat nem akarom kaptál. A Fásinál kiúzni a dugót, tessék? Olajat tényleg nem kaptál. Kiúzni a dugót. Hát azt én sem, de bedugni sem. Gyerekek, én a Fásra nem húzom ki. Mi volt? Ki tudja, mi volt abban a szójában? Ki tudja, mi jön ki a Fásiból, aki húzzuk a dugót. Én nem húztam ki a dugót. Én megkérném előtte, hogy álljon fejre. Biztosabb a ziher. Egy bajom, majd kezdek picit éhes lenni, és akkor minden morcos vagyok. Kész vagyunk? Na, előtt Feri. Húzd már bele. Feri. Mondjad. Azt hittem, hogy... Te csak olvasgassad a receptet, apa. És a legjobb, hogy csinálja? Nem mondja azt, hogy Bali, rohadjál meg az ajándékokkal. Nem, igazából meg Feri a reggeliddel együtt, rohadjál meg szépen úgy, ahogy vagy. Feri lelkesen neki át megcsinálja. Most megcsinálom belőle. Igazi áldozat vagy, Feri. Te egy igazi áldozat vagy. Tehát igazából Feriről mindenki tudja, hogy szeret főzni. Szerintem egyébként az ilyen buli, meg összejövetel meghívások 90%-át ennek köszönheti. Csak azért így van, Feri meghívják, és ő megfőz. Szakácsunk van, nem az, hogy hívjátok már fel a Ferit, jöjjön már, valamit rittyentsen már össze. Jaj, gyerekek. Na. Igen. Julien a répa, nem eszem meg máshogy. Csak úgy van. Én csak Julien-es répát eszem. Döbbenet, egyébként döbbenet, hogy mekkora balekok zsűl. Hozok nekik ajándékot, itt ülök, eszem a petrezselyemet, és csinálják. Jani pucol, Feri süt, forcsog a tofu, ízik az olaj. Így van. Varázslik a golyó. Hasad a hajnal. Döbbenetes, hogy nem tudlak benneteket úgy próbára tenni. Tetszik a kömüves dekoltásod, Feri. Várjál. Pépezt elfogadsz? Le is olvasom. Rohagy nem meg. Tudok nektek úgy ajándékot hozni, hogy ti annak ne örüljetek. Hát ezt szeretem magamban, hogy mindig gondolkozom, töröm a kis buksimat, hogy gondolj valami ajándékra a fiúknak. És itt van. Feri, ha kidulgod a gyermet, bedupok egy úszat. Volt ugyanilyen persze. És az is hátul vette be? Mit akarok mondani, gyerekek, hogy... valaminek elkezdett jó illata lenni. Ezek szerint van áram az indukcióban? Nem. Júli megmosakodott. Júli lezuhagyott. Igen, tudod, a régi bölcsész. Beidegződés. Figyeljetek, nagyon jó illata van. A kutya fáját, hát a végén még eszem valami. Ez rendben van. Nagyon jó. Így van, csak nem itt. Gyerekek, a biztonság kedvéért be van készítve két songukó azért, a vendégeim vagytok. 10 óra után. Songukó. Van két songukú pizza. Óriási. Figyeljetek, ennyit tudtam hozzátenni. Na. Jó, és hogyha valakinek nem lenne elég a songukú, az megkóstolhatja a dragon boljaimat. Imádok nektek ajándékot hozni, egyszerűen imádok. Fél tíz múlt hontos előtt perccel, pici reklámra elmegyünk, jó? Addig, aki szeretne ott lenni Norbi futamán és drukkolni neki, küldje nekünk a jó megfejtéseket, lehet akár többet is, nem sokára hívjuk a nyertest, és hát picit mérgesen mondom, de megkóstolnám. Igen, megkóstolnám azért a tízi. Éhesek vagyunk. Három perc múlva kész, csak mondom. A kutya fáradt, azt hittem gyorsabb vagy azért ennél.
Fél tíz múlt 5 perccel jövünk egy pici szünet után. 3:10 lesz, pontosan 7 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, Hogyász Feri. Nagyon jó, köszi. Ha nem zabálod föl az összetevők felét, akkor ételt csinálunk. Gyerekek, hogy tud egy elkészülni ajándékebéd, hogy föl se kellett állom a székből? Azért ez egyszerűen hihetetlen. Rendeltél nekünk egy nagyon kellemes kis ebédet, hoztál egy meglepetést. Hogy megcsinálom. Hogy igen, és ott ültél végig, gyakorlatilag rágyógyult a segged a műbőr. Semmit nem csináltál. De a Feri közben megkóstoltam. Átoltad a dobozt Ferinek, meg megittad a szójaszósznak a felét, óriási. Picit valahogy arra számítottam, hogy azért ez lesz. Tehát meglepődtem volna, ott kell állnom az indukciós tűzhely mellett, és egy negyed óráig izzadni az üvegtészta felett. Itt a petrezselyem, Feri. Egyébként az Instagram... Mondta, és egy nagyon eleges mozdulattal oda dobta Ferinek. A Feri hiányolta a petrezselyment. Szóval egy nagyon, nagyon klassz kis videó készült már az Instagramra, készítünk majd a Facebookra is fotókat, de a mi kis elitebb vagy elit társaságunknak az Instagramra már ott van. Ott van egy mi kis mini videó a főzésről. Egyébként egészen jó nagyon illatok. Nagyon jó. Szállnak, az igen. Látszik egyébként, hogy tök jó minőségű alkotó részek vannak, tehát nem mennyit alapanyagok. Tökre rendben van az egész. Profi a szakácsunk is természetesen. A jó szándék a részedről is megvolt. Tudjátok, hogy az én az én ajándékom olyan, hogy az megemlegetitek, tehát abszolút. Tudtam, hogy örülni fogtok. Na, nagyon. Hány személyre küldték? Egyet hazavinnék a Vikinek, a másik az enyém. Jó. A nagyon szimpatikus, tudod. A Vikinek hagyjatok. És ha valik való egy szelet kenyér, akkor kiderülhetitek a lábost. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk, mielőtt hívnánk a játék nyertesét. Több témánk is volt ma reggel. Arról kezdtünk reggel beszélgetni egészen korán, hogy vajon 20-30 év múlva azok a ruhák, amiket most hordunk, azok vajon lesznek-e annyira kellemetlenek, mint nekünk a 20-30 évvel ezelőtti ruhák. És ha már erről beszélgettünk, egy-két klasszikus ruhadarabot felelevenítettünk, kinek mi volt, ki mit hordott, ki mit szeretett. Hát ezen a szellemi és lelki törzsfejlődése mindenki keresztül ment, mindenkinek voltak mellényúlásai, nem? Vagy éppen akkor azt gondoltad, hogy ez divatos. Így van, és az pedig, hogy 20 évvel a divatosak lesznek ezek a ruhák, amiket most hordunk, ezt nagyon egyszerűen fogjuk tudni tesztelni. Megszólaltatunk engem. Mert én ezeket fogom hordani 20 év múlva is. Megnézzük, hogy mi lesz belőle. Erről beszélgettünk, valamint szóba jöttek a garázsvásárok is, hiszen egyre több helyen van garázsvásár, valamint egyre több helyen lomtalanítás, ugye? És hát nem egyszerű ma már lomtalanítani, oda mész, feltúrják a környéket, nem nagyon szereted azokat, akik ott jönnek, mennek, túrnak, félsz, hogy esetleg valami mást is elvisznek. Hogy lehet ezt megúszni, mit lehet csinálni, illetve jó-e az, ha az ember garázsvásárt rendez? Erről beszélgettünk ma reggel, és most ezeket a pillanatokat megmutatjuk újra. 3:10 múlt pontosan 4 perccel. Gyerekek, kész lett! Hát köszönjük kész neked! Lett. Hát köszi szépen! Úgyhogy nagyon örülök, hogy tudtam nektek főzni. Nagyon örülök, hogy boldoggá tudtalak benneteket tenni, és higgyetek el, jó érzés. Jó érzés! Nagyon jó érzés! Ajándékot hozni, jó érzés nektek, főzni, készülni, a szívem, a lelkem, mindenem benne. Feri munkája. A tiéd is. Egyétek, fogyasszátok, egészségetekre. Nagyon a kutya fáját, hát egészségetekre ti. Aki nagy csibésztek vagytok. Tessék? Aki tud, azt így van. Egyébként feltettük a Facebookra a fotót, egész szépet rittyentett a Feri. Komolyan mondom, az Instán is fönt van a videó a készülésről, illetve maga a végeredményről. Nem rossz. Tényleg nem rossz. Én máshogy csináltam volna, picit jobban fűszereztem volna több szójával. Megittad a szóját, ember! A felét lenyomtad. Hogy azért nem elég szójás. Ha én csinálom, szerintem egy picit fűszeresebb, de hát most így dobta a gép. Na hát Feri ilyet csinálta, hogyha fáját. Feri úgy viselkedett, mint hogy ilyen kínai disznóvágáson lett volna, tudod, és rögtön húzóra. Ó, egy kupica szóját, mindenki. Én picit máshogy fűszereztem volna, de ne haragudj, hogy elrontottam az ajándékodat. Miért elég gondoljuk, érted? A gondolatnak is teremtő ereje van, úgyhogy te hazafelé össze fogod fosni magad. Meddig tűnitek ezt tényleg? Figyelj, én másit csináltam, fel se álltam a székből konkrétan. Semmit nem csináltál gyakorlatilag, kibontottad, és rendetlenséget csináltál a dobozban ennyit. Összedobáltad az alapanyagokat. Olyan mondtam, mint Yoda Luke Skywalker űrhajójában. Kicsit átpakoltam. Kivettél egy kis kolbászkát, és elkezdted eszeget. Figyeljetek, egyébként az alapanyagok azok gyakorlatilag tökéletes.
ízlések, minden friss, tök jó minőségű, tök rendben az egész. Én egy picit azért tovább pároltam volna a fafülgombát. Jó van, te jó van, hasonló a rohadék vagy, mint én. Azért csak már hagyd mondjam, hogy Feri azt mondta, hogy res. Gyönyörű res gomba. Én ezt imádom, amikor egy szakács azt mondja, hogy res. Uram, nem az a baj, hogy nincs meg, mert ez res. Hát ez a resség, ez körülbelül olyan, mint hogyha egy kerékpár belsőt rákcsálnék. Nem igaz, akkor rossz fafülgombát vették, amit én vettem. Nem igaz, akkor te még nem ettél kerékpár belsőt. Gyerekek, engem egy dolog nyugtat meg, hogy a répa Julien. Tehát ránéztem, ez Julienre van vágva. A kutya fáját, ez Julienre van vágva. Julien, máshogy nem eszem meg, de ez Julienre van. A kínai szakács pedig brokkoli. Ne, de, de. Na és én vagyok a hülye, a kicsit tenger partal. És a finn kidobó meg a haja menjen jelen. És a finn óriás műlesikről a porhó esik. Hát, én azt gondolom, hogy... Na jó. Hívjuk a nyertest, jó? Mielőtt tényleg nagyon infantilisek leszünk. VTCC futamon lehet ott lenni hétvégén. És ugye rengeteg megfejtési a gyerekeket. Tulajdonképpen egy az ezerhez, hogy nyerjetek. Vagyis nyilván semmi esélyetek. De legyünk őszinték, de mégis valaki hát de nyer. Hát fura a matematika. Hát de végül is van, mert valakit most felhívunk. Halló, tessék! Hello, Jani, Feri, Balázs, Morning Show, szia! Szia! Hello! Küldtél nekünk egy jó megfejtést. A kérdés ugye úgy szólt, hogy melyik évben aratta első VTCC futamgyőzelmét Mihelis Norbi? Így van, 2010. 2010, így van. Hogy hívna? Erdély Ferenc. Feri, ráérsz-e hétvégén? Tudsz-e menni a futamra? Persze, hogy ráérek. Szereted a VTCC-t? Hogy ne szeretném. Mit lehet mondani? Nem, nyere, mert vadász vagyok. Én most kértem már meg 21 bögrét, most megvan a vevőm a VTCC jegyre. Kit vinnél magaddal? Hát szerintem a páromat. A párod is nagy VTCC rajongó, jó? Hát annyira nem, de most már igen. De mivel elviszed a lakáskulcsot, így nem lesz más választás. Megállandó hiányolja a közös programokat, nem? Legalább nekem igen. Tetszik a VTCC. Kinek drukkoltok? Hát Norbinak. Akkor mehettek. akkor a gyári hondásoknak, tényleg ez mielőtt. Akkor valóban ott álljátok. Küldjük nektek, jó. Ügyes vagy, és jó... időt leginkább, és jó mulatást nektek hétvégére. Ne felejtsétek el, hogy nem csak vasárnap, tehát ez szombat-vasárnap, ez ugye, sőt, ez péntek-szombat-vasárnap szól. Péntek szombat, szól, jó? Tudom. Tudtok menni. Örülsz picit? Persze, hogy örülök. Te is az a belülrobbantok pesgőt típus vagy egyébként, ugye? Hát, igen. Igen. Jó, nem baj, hát a magyarok nagy többsége ilyen. Küldjük neked, köszi, hogy játszottál velünk. Köszi szépen. Ciao. Hello. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Hú. Jól laktál, mi a Bazsi ebéd? Már az illatával. Addig el nem mentek, amíg meg nem eszitek. Akkor itt alszom. Nem volt olcsó, megeszitek rohadt életben. 3000? Ne bántsatok meg. Én agyalok rajta, hogy rendelek egyet. Hívjál engem, elkészítem neked. Mit a feladó vemény? Ismersz, a rendelés. Tudod, hogy jól teszem magam. Hello, Morning Show, Balázs, Jani, Feri, ciao. Hello. Jaj, bizony. Morning Show, mi vagyunk. Hello. Laca Faca? Laca Faca vagyok, igen. Hello, hol hallgatsz minket, merre vagy éppen? Hát most épp árbeszerzésen vagyok. Helyileg? Itt a Gyömrői úton, Budapesten. Gyömrői úton. Írtál nekünk SMS-t, el is felejtetted, vagy nagyobb belemerültél a munkába? Hát a munkába belelendültem éppen. Belelendültél. Igen, ugye a lomtanításról beszélgetünk, minden hallgatónak volt története, nagyon helyes dolgot írtál te, és azt írtad, kitettem a kocsi mellé a gumigarnitúrát, hogy viszem a gumishoz, már fékezett is a piros zsiguli. Úgy kellett visszaszereznem nagy harc árán. Igen. Ezt írtad nekünk. Ez most történt valamelyik lomtanításon? Hát tavaly tavasszal, igen. A téli-nyári gumigarnitúrát cseréltem, és akkor történt ez a malőr. És megálltak, hogy vinnék? Hát persze, meg kell látni, hogy ott van kint, azt már állt is meg is, hogy vinni akartad át. Elképesztő szemtelen. Fél, ki volt téve, nem? Hát tesa. Le volt rakva, nem volt rejtő, vigyázz, elviszem. Igen. Laca, hát te vagy a naphallgatója, de nem mondtad, úgyhogy nincs ajándékcsomag. Jó, persze, hogyha mondjuk egy vigaszdíjként elfogadsz egy üres diszperzites vödörben, mert a fedele valahol elkallódott egy kis fafülgombás, mézes, szójás tofut, akkor azt elküldjük neked. Laca, köszi, hogy minket hallgatsz, jó munkát! Köszönöm, szép asszut! Ciao! Szia! Hello! Na, Morning Show volt Balázs! Azt hittem még más igen, hogy ezek a csomagot ugyan nem adtak. Beszéltem azzal a gyökére. Főhívott, ha nem is akkor a baraszt három köcsök. Ilyen vicces lett volna. Na jól van, drága hallgatók, nem elfelejtjél, hogy holnap is van még VTCC játék, jó?
és a jegy mellett holnap sorsolunk még egy igazán szerencsést. A legszerencsésebb ember szerintem azok közül, akik szeretik a VTCC-t, mert hogy valaki belebújhat majd a Zengő Team csapatruhájába, és ott lehet Norbi mellett a futamon, a Zengő páholyban, a Zengő boxban, és drukkolhat Norbinak. Hát ez igazán testközeli élmény, de ennél jobbat nem tudunk elképzelni, mivel holnap van az utolsó munkanap, így ezt sorsoljuk holnap is. És a Gáborunk elmaradt a múlt héten. Akkor most dupla lesz holnap, 8-tól 10-ig te holnap, vagy Gabi. Holnap Gabi jön, és ugye ígértük két héttel ezelőtt, hogy tartunk egy ilyen kicsit interaktív robotot, ami azt jelenti, hogy nem készül témával, hanem mindenből szemezgetünk. Tehát amit kérdeztek, azt mi egész egyszerűen átdobjuk Gábornak, hogy tényleg a hallgatókra is jusson idő, mégis csak értetek van ez a rovat. Úgyhogy, ha valakinek bármilyen kérdése van, már előre tud gondolkozni rajta, hogy milyen formában küldje el nekünk, mert hogy Gábor holnap ezzel készül, kérdésekre válaszol majd tulajdonképpen. Nyilván lehet, hogy egy-egy témánál egy kicsit jobban leragadunk, de hallgatói kérdésekre válaszol. Ilyen nem volt az egy vagy másfél év alatt, hogy ennyire kiszolgáljuk a hallgatókat. Levélre, igen, de nagyon sok jön, nem tud mindegyikre. Jó, Csabi, még Szabim? Szabim van még, egy kicsit pihenget. Napozik, gondolom, sokat sütkéret. Szegény. Akkor a roldékok kifeküdt a kertbe, kicsit napozik. Egy szegényebb, ő most belenyúlt. Hát, igen. Mindegy, de hát úgyis olyan felbont egy-két üveget, aztán tök mindegy már neki milyen idő van. Csak a gyerek ne, hogy belelépjen a parázsba. Ez is igaz. 555-55-00, Gábortól itt lehet dalt kérni, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli